Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Morning Show, Nagy Őszi Road Show. Az autózás szerelmeseinek a Suzuki-val. 6 óra után vagyunk, pontosan megnézem, mennyivel 14 perccel. Hello, drága budapestiek, hát itthon vagyunk, sziasztok, jó reggelt kívánunk. Hát ma van az év egyik leghidegebb napja. Ha nem is a leghidegebb, de a heti leghidegebb napunk, úgyhogy szegény pöstiek, hát ez jól ki. Jól kifogták, de nem vészes, mert hogy nem sokára feljön a nap, és jó idő lesz. Igen, jó idő lesz. Igen, szegény pöstiek, hát mi is azok vagyunk egyébként, csak jelzem. De hát tényleg, azért hidegecske volt, amikor kimentem reggel a kutyussal, hogy könnyítsen egy kicsit a kis testén a mi kis öreg boxerünk, akkor azt éreztem, hogy basszus, ez az egy fokocska azért odavág, hát elszoktunk tőle. Elszoktunk tőle, nagyon jó idő volt, és tényleg ma egy picit hűvös van, de nem baj, bújjatok jól össze egymással, jó? Az mindig segít. Azt csinálták egyébként a pécsi, debreceni, esztergomi, győri hallgatóink, és 6-tól 7-ig tegnap is a győriek így nagyon szorosan álltak egymás mellett. Hova ment a Feri? Nem tudom, ki akartam menni a tömeghez. Egyszerűen figyelj, nem tudok kimenni. Mindenhol zárva vagyunk. Láttam, hogy elindultál, aztán most sem tanástalanul csellengsz ott hátul. Igen, gondolom, kimegyek a barátainkhoz, de nem sikerül. És barátnőinkhez. Ti miért álltok külön, féltek? Két gyönyörű nő áll egy picit arra. Ők a szemlélődők, igen, tudod? Igen, azt mondják, hogy nem jönnek a melegbe. Ők a szemlélődők. Itt melegebb van a reflektorok előtt? Egy kicsit az üveg stúdió? Jól van. Úgy érzitek, mondjuk láthatatok egy kis matatást egyébként, aki benézett a stúdióba egy korán reggel, az látható, hogy bejön egy nagyon kedves hostess lány, és utána pedig letérdel, legugol Balázs mellett. Nem azért guggolt, hanem azért térdel, mert hogy egyébként családi vonatkozásai vannak most a stúdiónk, tehát ezt meg amúgy se tette volna meg, hanem egy picit így szigetelte néhány ponton. Nekem azt tetszett volna igazán, és az is lett volna egyébként a leglátványosabb így szemből a stúdió előteréből, hogyha púrhabbal kifújta volna az egész. Megviselte ez volna a másik stúdió. Oldalán. Hát egy gyerek, egy cúg volt, de elmúlt, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó. Nagyon jó. Na, kitaláltál, Feri? Nem. Nem fázol? Semmi, senki, mindenki jól van. Kicsit melegebb van, ugye? Itt a refinél, de azért arra vigyáztunk, hogy nehogy már ingyen élvezzék a reflektorunk melegét, érted? Arrébb tettük őket. Nagyon helyes. Nem olyan rossz kint. Nagyon helyes. Lányok, ott előtted hogy vannak? Hello, csajok, hogy vagytok? Jól vagyunk. Honnan jöttetek? Pesten tanulunk, de Szekszárról. Szekszárról jöttetek? Ma reggel? Nem, Pesten tanulunk. Ja, Pesten tanultok. Jó. Suliba kéne lennünk most is. Most? Nem, már. Negyed hétkor már suli van? Most indulnak. Ja, azért. De ma ki marad? Ki? Ki? Nagyon helyes. Milyen órát blitzeltek el jelenleg? Mi az első óra? Sportjog. Sportjog! Sportjog? Igen, jogi karom van, ilyen tárgy választatok. Sportjog. Sportjog. Hát nem hangzik túl jól. És nem hangzik túl izgalmasan. De nagyon izgalmas. Nagyon izgi? Igen. Annyira, hogy nem mész be. Jó, hát figyelj, egy napot lehet. Ez izgalmasabb. Persze, hát ez jóval izgalmasabb. Balázs, hoztunk neked ajándékot, majd kijössz érte? Mit hozzatok? Majd meglát. Miért csak neki? Nézd meg, ott van az a gyönyörű gyerek, a Jani. Itt vagyok melletted. Én ki jött ki hozzád beszélgetni? A Balázs? Nem. A Janinak miért nem tudsz hozni valamit? Kinek kell tette fel az érdeklődését a sportjog? Egyedül egy embernek, nekem. Én azért hoztunk neki ajándékot, mert ő fog elveszteni egy fogadást, és azért hoztuk. Jó. Akkor már adjuk, jó ide, jó lesz. Szuper. A decemberi fogadásra gondolsz? Igen? Akkor kaptál egy téged egy kobak zsírt. Majdnem. Igen, homlokfényező, tudod, igen. Vagy nem homlokpúdert. Homlokpúder, hogy ne csillogják nagyon, majd ne csillogják nagyon a fotó. Most már mondd el, mi van benne. Nem jössz ki érte? De kimegyek mindjárt, csak ki kell másztom körbe, de kimegyek. Megmutatom. Na, muti már, mi van benne. Egyébként gyerekek. Az menő. Az nagyon menő. Az menő. Nagyon menő. Kaptam egy ilyen kis pamut sapkát, de nem is akármilyen sapkát, drágák vagytok, egy birodalmi harcos. Így, egy rohamosztagos van rajta. Az hát old school. Bevinném azért. Nem veszed föl. Erőt eszem, mert meg kell vennem a jegyeket. Igen? Még nem vettem meg. Drágák vagytok, köszönöm, mint kijövök, jó? Átmászom valahogy majd itt a reflektorokon, kordonon, és akkor elveszem. Elveszem és a sapit. És hál' Istennek egyébként az old school rohamosztagos van rajta, nem pedig a Donald kacsa. Igen. És hát visszajönnek azok az élmények, amik régen 20 évig minden karácsonyra sapka. Tehát ezt én azért átéltem. És most megint eljön egy olyan karácsony, amikor sapkát kapok majd mindenkitől. Ez jó? Nagyon jó. Nekem azt csinálták, hogy az egy évvel korábban megkapott magasnyakú pulcsinak levágták a magasnyak részét, összevarták a tetejét, és az volt a sapka. Igen. Na, kiket látszunk magad körül, csak szólaltassunk meg egy-két. Egy-két hangot, csak úgy villám gyorsan, hogy kik vannak, hol vannak, honnan jöttek. Hello. Hello. Hallottad a kérdések? Ki vagy, honnan jöttél, mit csinálsz, nyerni akarsz-e vagy sem? Nem, Miklós vagyok, Pestről jöttem.
Nem. Dolgozni vagy... A nem az mire vonatkozik? Hogy nem, Miklós Gábor? Miklós... Igen, Miklós vagyok, és Pestről jöttem. Nagyon helyes. Nagyon helyes. Autó? Nem érdekes? Nem, nem érdekes. De jó fej vagy. Nem, csak miattunk? Nem, csak Feri miatt jöttem. Na, ja, akkor... Istenem, akkor, végre egy szerelem kezdett. Tartozik 5000-re, tartozik 5000-re, és jöttem, hogy meg. Nem, Feri a király, és... Ő miatt jöttem ki csak. Nagyon jó. Tedd el a pénzt, amit megbeszéltünk. Igen. Köszönjük szépen. Majd, amikor, akkor nem figyelünk, igen, ad vissza. Akkor jó, igen, csak ad vissza. Amikor azt mondtad, hogy nem érdekel az autó, akkor itt egy fiatal embernek felszaladt a homlokán a bőr, mert akkor ezek szerint csak a kocsije. Hát mi első körben miattatok, de természetesen az autó is érdekel. Friss házasság? Jövő szeptemberben lesz. Mi? Idén szeptemberről addig toltad el, mi? Igen, igen, próbálkoztam. És hány éve halljuk ezt a jövő szeptembert? 3 éve? Mindig az a jövő szeptember van? Vagy jövő nem, hát most már 7 éve jövő szeptember. Jaj, de jó vagy! Játékos új, de éreztem. Úgyhogy sikerült végre összehozni, majd reméljük jövő szeptemberben meg lesz van. Hogy hívják a párodan? Dóri. Dóri, hello, jövő szeptember, Dóri? Nem biztos, hogy igen, Dóri áll mellettem. És már 7 éve alig várod a jövő szeptember? Igen. Igen? Milyen esküvőt szeretnél? Nagyot. Nagyot? Mhm, uh-huh. Hagyományos. Hagyományos, sok száz ember, vonatozás, évfélkor. Ajaj. Részeg rokonok megverik a zenekart. Az bírom, az jó. Ajaj, az, az a legjobb része. Az a legjobb. Viszont, hogyha Dori, hogyha így tologatja egy évről évre a szeptembert, ne hagyd neki, hogy addig elhálja az esküvőt. Nem hagyom. Ez jö. Most már fix. Így van. Helyes, jól van. Jó ez. Jól van, na melegedjetek. Aztán hát mindenki nézegesse a szép kis autókat. Ott állnak egyébként hátul. Igen. És ott van az a modell is, amit meg lehet nyerni? Az a modell van? Aha, az ott van, kiállítva. Ott van, igen, jobb oldalt van. Ott van a kis vitara. Megcsillan a fény a tuton fényezésen, öcsi. Tudod? Olyan fényezés van, belenézel a blendébe, meg a kumszállal. A birodalmi halálcsillag sugara is. 1.6 GLX. Ezt a kék-feketét, ezt adjuk, biztos? Azt, igen. Pontosan ugyanolyan tetszik van ebben nálam. A színben? A rossz hiányban mész fel. Nem nagyon. Jaj, de jó. A legjobb ember szólítottam meg. Köszi. Valaki mondja. Tök őszinte volt. De jó, de jó. Hát szeretem, én nem nagyon feketében jobb. Minket legalább nem érhet, ha vált, hogy előre lebeszéljük ugye az interjúban. Tetszik? Nem. Jó, figyelj, őszinte volt. De nem, meg kell tudom kérdezni, milyen színe körülne. Mert lehet, hogy azt is el tudjuk intézni, ha ő nyeri. De ez már... Jövök vissza. Ez már maga az autó? Tehát ez már, tehát ezt nyeri így, igen, ebben a formában, ebben a színben, ezzel a felszereléssel. Aha, jó, így mert van. Tudom, hogy GLX, igen. Hol van? Tudom, eltűnt. Aztán nem meri vállalni. Elmenekült. Ja, itt vagy, gyere életem. És milyenben tetszene? Milyen színt szeretsz? Fehér. De amúgy se nekem lenne. Hófehér. Ja, de nem neked lenne. Van kocsim, nem kell. Világos. Nem, nincs kocsim. Szőke vagyok, nem vezetek. Na, jó. Júj, de szeretlek. És kinek nyernéd az autót? Nem mondtad, hogy nem neked kell. Szüleimnek. De helyes vagy, tényleg? Jöttél nyerni egy autót a szüleidnek? Hát mondjuk úgy, hogy kijöttem. Londonból elmentem Vácra, onnan elmentem Kisvárdára, vissza Vácra, és most ide. Hát bevállalós vagy. És Londonban mit csinálsz? Jelenleg kaszinóban pincérkedek. Uh-huh. És nagyon jó hangzik. És Kisvárdán? Ott lakom. Nagyon jó. És Vác? Vác, ott a nővérem lakik. De figyelj, most azért, de te most jól, azért jöttél haza Londonból, hogy ma itt legyél, jól értem? Igen, nem pontosan. Mondod komolyan. De milyen Londonban hallgatsz minket? Folyamatosan. És akkor adáson keresztül tudtad meg, hogy ma itt le vagyunk a nyugat? Pontosan, igen. Mert először Debrecenbe akartam menni, de oda nem sikerült, és akkor most ide jöttem. Jó. Rossz helyen szállt a vizer, vagy hogy Debrecenbe akartam menni? De nem kaptam szabadságot, ennyi. Ja, de elnézted a járatszámot, és Debrecenbe landoltál. Annyira nem vagyok szőke. Na, nekünk ez a nagy világjárás, ez megér egy ajándékcsomagot. Ez nagyon szimpatikus, hogy mindenképpen kapsz. Csak jelzem előre, hogy most ne jöjjön majd valaki a következő megszólásba, hogy na, és amikor elmentem Reykjavíkból egészen Amsterdamig, Amsterdamból pedig egy átszállással Dél-Afrikába, Pretória. Igen. Figyelj, és mondtad a főnöknek, hogy Szabit akarok kivenni, mert mennem kell Budapestre. Nem, azt mondtam, hogy elmegyek és szia, ennyi. Na, te nagyon bevállalsz, ez a magyar mentalitás. Tanulják meg az angolok, hogy itt nincs az, hogy kivesztem, és el akarok menni kézbe. Az hova, nagyon jó, képzeld el, hogy egy játékos ott ült a vizénél, a Blackjack, aztán lapot, és hol van a kis főnök? Mi, krupié vagy a kaszinóban? Nem, pincérkedek, néha beállok krupiénak is, de amúgy nem nagyon szeretem. Az nagyon kemény kaszinó lehet, ahol a pincér néha beáll krupiénak. Igen, azért ahhoz egyfajta képesítés kell. Megvan a képesítésem, csak ja. Nem szeretem azt a munkát, inkább beálltam pincérnek, több pénz, szeretem a vendégeket, és hogyha zaklatnak, akkor el tudok szaladni. Ja, értem, azt hittem, hogy mondja a krupié, vedd már egy kicsit rohadt fáradt vagyok, elmegy inni, mondom a pincérnek, fölveszi a csokornyakendőt, és neki a rulettasztalon pörgetni, mert hát azért ahhoz érteni kell, szóval azért nem, az nem, az egy komoly szakma. Nálunk a krupiékünk kis mini ruhában, ilyen nagyon szexi kis mini ruhában vannak. Hol ez a hely? Hol van ez?
Messzi London. Mondom, végre valami van benne. Messzi Londonban, igen. Messzi Londonban, Kingsway, Hyde Park. Mindjárt jönnünk kell, bocsánat, egy kötelező körre, de előtte még egy zaklató sztorit, hogyha tudnám. Mikor mész vissza? Most még innen. Mész Vácra, Kisvárdára. Igen, megyek vissza Kisvárdára, szüleimhez. És akkor onnan megyek át Debrecenbe, és Debrecenbe vissza jövő itt pénteken. Szereted az utazást, vagy szereted a kalandokat? Tehát pontosan, de megyek. Életem először vagyok most Budapesten életemben. Ne csinálj, nem? Tényleg? És tetszik? Imádom. Bejártam már egész Amerikát, bejártam egész Londont. De nem voltál még Budapesten. Még Budapesten soha. De ilyen koszos aluljárat, én még sehol nem. Szóval ezt is átéltem, én nagyon örülök neki. Na, hát ugye London és Amerika után is te hozott Budapesten. De jobb később, De nekem tök furcsa, amikor a külföldi vendégeim mesélnek, hogy milyen gyönyörű Budapest. Gondoltad, eljössz megnézed? Hát biztos, én nem tudom, még nem voltam ott. Mi az, hogy nem voltál ott? Mondom, nem mindenki Pestről jött. Jó, nézd körbe, nézd meg az autót, és aztán szépen majd körbe járasz. Egyébként balkész fel a halászbástya. Ezek ilyen viszonylag híres magyar műemlékek. Ennél vannak szebb terek, de ne ragadj itt le. Egy kicsit, ha tovább mész, már a bazilik előtt sokkal szebb terek vannak, tényleg. Na mit szóltok az oszlói csodához? Hát mondjatok valami, gyerekek, az oszlói csoda. Hogy megmondtuk tegnap, hogy ez így lesz. Hú, de meg. A norvég labdarúgás fekete ünnepe. Nem is ez, hát ünnep, nekünk ünnep, nekik nem, a fekete nap. Mit kell csinálnom? Levágni az előbőrt? Igen, megszabadulsz a figymától. Ezt beszéltük meg tegnap. Hívjuk előbőrnek, az olyan szép. Jó. Ezt ígértem? Ezt. Hát ezt akkor, most, ha nyerünk, akkor... Akkor vége van. Viszontás. Hozd a manikűrollódat. Hát, nem tudom, van valakinek esetleg valami életlenebb dolog? Vonuljunk hátra a sátorba, és esünk túl ezen a beavatkozáson. Hát néztem ezt a meccset, én megnéztem a 88. percben, mertem kikapcsolni a tévét, mert azt gondoltam, itt már nagy baj nem lehet. Volt ahogy... 4 perc hosszabbítás aha, is. Valójuk őszintén, nagy bajok mindig az utolsó 4-5 perc hát, szokta történni velünk. Most igen, nem, most szerencsére nem. Isteni csoda, de komolyan mondom, óriási szerencse. Angol csoda, király, mert hogy 2-11-es kb. 2-11-es, igen, és a Király Gabi egy isten volt. Tehát már az első 6 percben, amit ő művelt, hát komolyan mondom, a hátán vitte. Legalábbis az első 15 percben a magyar válogatottat az egész biztos. Na de nézzük azért a jó oldalát. 1-0-ra vezetünk. Hát erre szerintem kevesen gondoltak. Őszintén, még a legkeményebb ultrák is azt mondták, nem, hogy jó, jó lenne nyerni, jó lenne nyerni, de már az X is nagyon jó. Ehhez képest az 1-0, hát ez gyönyörű. Dicsérjük meg azért a magyar válogatottat. Azért voltak olyan szakértők, hogy hát, televíziós tudósítások kapcsán, meg nyilván otthon is felugrottak, és megmondtam. De hogy mondtad, nem mondtam hát meg senki sem, nem de mondta megmondtam. Meg, senki nem mondta meg, szerintem tényleg az van, amit a Balázs is mondott, hogy mindenki nagyon szurkolt, azt mondtuk, hogy X, és akkor már örülünk neki. Hát sikerült, tényleg csoda jó, nem játszottunk. Nem játszottunk, van, de nem jobban, játszottunk, mint a norvégok, és ez elég volt. Szerintem ez még elég az volt. Se. Nem nagyobb, jól kell játszani, győzni kell. Jaj, te! És még van 30 ilyen közhelyek. Igen, most jönnek a közhelyek. Igen, jönnek a közhelyek. De nem tényleg, hát ami szép, az szép, dicsérjük meg őket. Én nem hittem benne, tehát én ezt továbbra is nem tartom, hogy kevésbé hittem benne, és ezért is hívom oszlói csodának, mert nem nagyon gondoltam volna, hogy ez a magyar válogatott idegenben megveri a norvég válogatottat. De betaláltuk ezt az egy kis gólt, ami egyébként egy nagyon szép gól volt. Bizony, egy gyönyörű gól volt, és így hát egy lépéssel kerültünk közelebb az EB-hez, ami van, azért nagy szó. És van egy új Koplárovicsunk, Glenn Heisler László. Igen, egy új Koplárovics. Az első válogatott. Ha esetleg nem ismertük volna a nevét, most már ismerjük ennek a fiatalembernek, aki egyébként május 23-dik óta nem játszott tétmeccsen, de most megvirulhat. A döbbenet, hogy ilyen régóta nem játszott tétmeccsen, de most valaki kérésére berakták. Első válogatottas dolog. Hát itt azonnal góllal indított. Látod? Itt a helye a válogatottban. Figyeljetek, én kevésbé hittem benne, de azért volt nagy szerencsénk volt, és végre ránk fért egy kicsi, nem? Tehát ez a 90. percben kapott öngól, a 91. percben kapott gól, a hosszabbításban csetlés, botlás és végül egy gól ellenünk, az most végre nem kísértett bennünket. Tehát olyan volt, mintha kicsit átok nélkül játszottunk volna. Nem? Nem jól, de hál' Isten a norvégok még rosszabbak voltak nálunk. Uh-huh. Hiába volt a több labda birtoklás az ő javukra írható. Egyszerűen csetlettek, botlottak, semmiféle építkezés nem volt a játékukban. És hát nagy szívvel játszottak a magyarok, az biztos. Most mi volt, te is megtanultad kívül a Bernstorm? Figyelj, én sima mondtam még régen, hogy rosszul lehet játszani lélektelenül soha, és ebben tényleg igaza van egyébként, hogy most legalább nem játszottak jól, de volt lelkük. Hajtottak, nem? Tehát, hogy azt láttad rajtad, hogy akarták ezt a dolgot. Én amikor már megkapcsoltam a tévét, akkor láttam, hogy ez a norvég válogatott már nem az a norvég válogatott, meg már a norvégok sem a régiek, mert azt vettem észre, hogy kétszer annyi játékos volt hosszú alsó ruházatban, hosszú jubolóban, kesztyűben, mint a magyarok. Tehát azért az durva, amikor már a norvégok is fázósak. Mondjuk láttam, azért van köztük egyiket honosított is. Igen.
Úgyhogy hogy picit fura volt a látvány, de hát szerintem, és mit lehetett, vagy mit mondhatott egyébként Kleinheisler Lászlónak Ben Stort, mielőtt a gyepre futott fel? Lője gólt. Mit majd vagy intézni? Ne okozz csodás Orbán Viktor. Igen, miatta vagy a kezdőben, úgyhogy valamit csinálja. De meghálálta. Persze. De meghálálta, igen. Pénteken már nincs csapatok. Már jönnek a szójátékok. Oszlóban tegnap Storkos csütörtököt tartottak. Storkos. Tegnap Oszlóban Storkos csütörtök volt. Mikor van a visszavágó? Vasárnap. Itthon telt ház. Így van. A grupamában. 2000 ember. Na hát meglátjuk, így lesz. Jó lesz az. Másnap megyünk, majd látjuk a következményeket. Nem lesz, szerintem csak nem lesz adok-kapok, nem? Nem szerik fel a térkövet, nem dobálják hát be a pénzverde ablakát. Hát figyelj, hogyha nem sikerül azért ott esetleg valami, hogy nyilván lesz egy-két elégedetlen szurkoló, már nem a nagy mennyiségű norvég szurkolót fogják megverni. Figyeltek, hát most érted, ahogy mondani szokták, na, mondom, mond. 11 emberrel kell védekezni. Meg kell tartani az előnyünket. És nem szabad volt. Kell tartani a pontot. Így van. De volt egy-két jó nyilatkozat megint. Tehát, hogy ez úgyis összerakhatunk volna a meccs után. Itt állunk a siker kapujában, most már csak be kell lépnünk, reméljük a nézőkkel, mi 12. emberrel, ez majd siker. Ki volt? Zöldségkapitányunk? Igen? Nem, az egyik kedves játékos. Egyik kedves játékos. Tehát, hogy most ami nekik ilyenkor. Most kettőt kell lőni itthon. Igen. Mert egyet, nem, ne a fenéket, hát idegenben vannak ők is, tehát egyet lőnek, akkor egy-egy, akkor nem. Akkor most a 11-esek. Persze, tehát az nem jó. Nem kell kettőt lőni, mert ugyanúgy idegenben lőtt gólnak számít. Az ő gólok is, ha lőnek, hülye vagyok. A másodikra is. Hát Mázlink volt, mert Gera, hogy kiszórta magát, azt nem is értettem egyébként. Egy sárgával látjuk a magyar válogatott legprofibb játékos, a 8. percben úgy pontozta ki magát a visszavágóról, mint a húzat. Egy teljesen értelmetlen szabálytalanság miatt. Ez nem értettem. Azért nagy utána kár. Se volt nagyon a pályán. Azért egyébként. Nagy kár. A Böde miért nem játszott? Én hallgattam, vártam a nevét, hogy Böde, de nem volt a pályán a Böde. Ült a kispadon. Hát minek? Hát volt, aki rúgjon gólt, hát most minek hoz fel a Bödét? Nem, úgy láttam az SMS-ekből, mert már írt nekem Böde reggel, és hogy valószínűleg az lehetett, hogy már fogalmazta már az SMS-t, és ezért nem tudott két dolog. Igen. Na, tehát akkor mondhatni, amit egy hallgató ír, hogy Oszlóban a norvég remények? Hát bizony. Nagyon szeretem ezeket a szójátékokat. Oszlóban a norvég remények. Jól van. Oké, na, drukkolunk a magyar válogatottnak természetesen. Ahogy ezt egyébként tegnap is elmondtuk. Szorítani, nem nagyon hittük, de szorítottuk. Nem, basszus, én azt vállalom, én nem hittem benne. Én mondtam, hogy ma még utoljára megnéztem, most még mivel nyertünk, megnézem vasárnap is, és reménykedünk a legjobbakban. Jól van. Na, drága hallgatók, elmegyünk egy picit hírezni. Jó, elbeszéltük az időt, úgyhogy ne arra ugyatok, de most kivételesen a tegnapi adás ismétlése elmarad. Megnézzük, hogy Ákos mit mond majd nekünk, és aztán jövünk a játékkal. Reméljük, nem lesz benne összetett idegen szó, mint tegnap, ugye? Ákos, de szemét vagy. Na, Ákos, a legfrissebb hírekkel, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Győzi Roadshow, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ja, jobbra néztem, azt hittem ott vagytok, aztán rájöttem, hogy nem itt vagytok. Hello. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 9 perc van pontosan, 7 óra még nem késő ide jönni. Süt a nap már, áll, jó kis túlzással, de nem sokára süt. Mondjuk azt, hogy nem sokára süt. Melegszik az időjárás, már a 3 fokról lehet, hogy felmentünk 4 fokra, úgyhogy itt vagyunk a nyugati téren. És nagyon jól fogalmaztál, még nem késő idejönni, hiszen még cirka 3 óra 10 perc van hátra a műsorból. Mindenképpen gyertek ki, jó? Ha másért nem, akkor tényleg azért, hogy lepacsizunk egymással. Volt olyan már, aki azt mondta, hogy nem az autó kedvéért jött ki ide, amin egyébként picit meglepődtünk, illetve meglepődött mindenki, aki mondjuk így nekem jobbra, nektek balra, oda tekint arra a gyönyörű vitorára, amit meg lehet nyerni. Nem még rossz. Lesz egy nyertesünk innen. Így van, bizony, aki még beszállhat a nagy harcba. Bizony, 3-9-kor választunk egy valakit, és SMS-ben már nem kell küldeni, jó? Még néhányan mindig kibeszkedik nekünk, hogy Szilveszter Pécs, Suzuki Vitara, már nem kell. Már meg vagyunk, kiválasztottuk a hallgatónkat tegnap, még az egy nagyon helyes hallgatót, ápolódó és két gyermeket nevel, és ha minden igaz, akkor ő is megérkezik ma, és itt lesz. Azt írja egy hallgató, hogy az, ami nagy szerencsénk, hogy a Kleinheisler név sehogy sem illeszhető be a No Rocks AS szövegébe. Úgyhogy ebből... Hála jó Isten. Igen. Aztán jönnek még az SMS-ek, ha tudjátok, mondassátok be a Norvég Rádióba, hogy francia repiet és szállásfoglalást féláron átveszek. Kaptuk ezt is SMS-ben. Még azért
van egy kör, tudjátok, vasárnap. Igen. Klehelyzler a király. Miért ne lehetne bele? Egyébként befér simán. Bödes Annyi után simán megcsinálják, igen. A magyar válogatott is hallgathatja a műsor, de úgy látszik, Balázs nem kedveli, keresett egy rabit, aki körülmetéli. Kenyeres ívi küldte nekünk. Én bizonyám, ezt megígértem. De lelkesem a töröket is várunk. Ha van egy kis betadinotok és egy manikűrólótok, már csippenthetjük is az előbört. Jó, egy kis lidokaint is kérek, jó lehet? Csalnék egy picit, némi lidokainnal azért turbosítanék. Ki fogja? Én a belőlem jövő végét megfogom szívesen, aztán a másik végét, hát, valaki nyújtsa meg egy kicsit, hogy könnyebben, tudod, amikor a papírt is széthúzod, jobban tudsz vágni. Tehát ha meghúzod, talán jobb. Én nem tudok segíteni, mind a két kezemben kamera lesz. Annyi, hogy álltok, nagyon vérzik, tehát utána sterilkötés, stabil oldalfeklés, hatraktapasz, minden kell, mert nagyon durva. Na, hol vannak a játékosaink? Játsszuk, jó? Itt vannak már is, és játsszuk velük már is. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Hello, lányok. Hogy hívna? Viki. Viki, ó, hát te nevedet. Izabella. Könnyű lesz megjegyezni. Viki, Izabella. Hello, Izabella. Izabella. Honnan? Pestről. Jó. Azért kérdezem meg mindig, mert nem ennyire törvényszerű. Látjátok, van, aki Londonból érkezett hozzá, van, aki Kisvárdára jöhet, van, aki Bácról. És ez mind ugyanaz az egy személy. Van, aki más nagyvárosokból utazott fel csak ma, hogy itt legyen, ezért kérdezem meg mindig. Kivel játszanátok, csajok? És ki játszik, így van, mert ketten nem tudtok. Megígértek, hogy együtt játszhatunk. Együtt játszhatok? Hát az nekünk könnyen, mert dupla esély, hogy kimondjátok a tiltocot. Nem, veletek. Ja. Együtt. Már hogy ti ketten. De és hogy... ellenetek. És ellenünk. Mindannyiunk ellen? Legyen. Mit kitalált? Ezt így nagyon kitaláltátok. Fú, lányok, ezt nagyon kitaláltátok. Indítsd el az órát, Jani. Azt mondja, 3, 2, 1, fire. Ez jó, ezt szeretem. Mindenki kérdezhet mindenkitől. Hogy vagy, Jani? Köszönöm szépen, rendben vagyok. És te, Izabella? Nagyon jól vagyok én is. Hogy vagy, Feri? Köszönöm szépen, barátnők vagytok? Igen, barátnők. Jó, van, nem égés a játéknak. Keresem a tapsot. Így van. Így van. Nem akartuk tényleg így rögtön az elején, de... De sajnál pedig ez milyen jó lett, hogy mindenkitől azért... kérdez, mindenki mindenkit szivat, bekérdez. Ú, de szerettem volna ezt az egy percet, már nagyon készültem rá. Csajok, a saját ötleteteket utána keresztül húztátok egy tolvonással. És akkor most nem kapunk ajándékcsomagot? Na, már kaptatok teát, hát azért minden. Forró teát. Itt álltok a melegben. A másoknak ez se jut, itt álltok a melegben, az üveg stúdióban, de elkaptok ketten egyet, jó, spórolunk, low budget van, úgyhogy... Ugye azért minden nem lehet, tehát is meg két ajándékcsomagot is. Kaptok persze. Kicsit ezért jöttetek? Kicsit, igen. Meg a melegér. Jó. Mindegy volt, ha tiltott szó, vagy nem tiltott szó. Add a csomagot, Bali, meg adj egy teát, azt itt se vagyunk. Jó, szép. Jó van. Köszi, csajok, puszi nektek. Köszönjük. Sziasztok. Hello. Sziasztok. Milyen a tea? Jó egyébként, Ficsi? Jó, finom. Ugye ez a klasszik óvodás tea? Ugye? Ez régi ovis tea. Akkor én is kérek. Köszi, csajok, sziasztok. Hello. Micsoda jó ötlet volt pedig ezt. Ugye annyira jót lehetett volna ebből csinálni, csak a csajok megölték a bulit. Csak aztán jött Viki pályára lépett. Igen, akkor én nyírtam ki a játékot, nem ezzel a marha nehéz kérdéssel. Én már tőled akartam utána azonnal valamit bekérdezni, hát aki mondott, tudod? Ez a aljaskodni lehet, abban azonnal ott vagyok az élen, de hát sajnos nem volt hosszú a játék. Na jól van. Akkor mi a helyzet erre a hétre? Hát megnyertük. Ennyi. Hát mindegy. Zsűl megtalálta a felhangosítót, és jó van, benyomtuk a tapsot, és megvagyunk. Oké, összeálltunk. Legyen ilyen az egész napunk, és akkor a vitorát is mi visszük haza. Hát figyelj, nekem jön anyám, dobott cetlicel, megnyeri, mondtam, hogy tagadjon le. Olyan régóta ígérgeted már az autót. 4 perc a pontosan, 7 óra, gyertek ide, itt vagyunk a Westennél Budapesten. November 13-a, bebizonyítjuk, hogy valaki számára ez nem lesz szerencsétlen nap. Jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show, Nagy Őszi Roadshow. A mikrofon mögött Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Bejárja az országot. Ez itt a Morning Show. 7 óra múlt 10 perccel. Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók. Hello mindenkinek. Jó reggelt, itt vagyunk.
Ha az ember kiabál, talán kevésbé fázik, nem? Ugye? Én a tapsot is erőltettem nekik, mondtam, hogy igen. Ez is segít. Igen, igen, a szűni nem akaró taps, az nem nekünk szól, hanem egy idegnek. Igen, hát ha elmegy, ez egy ilyen régi indián tánc. Én nem tudom, mi van az időjárással, szikrázó napsütésen azért azt mondjuk el, vagy legalábbis lesz egy fél óra, már egész biztos, de ma... Nigériában, az igen, meg Sármenységben egészen biztos, de ma biztos, hogy a leghidegebb időjárás fogadott bennünket itt Budapesten. Egész héten nem panaszkodhatunk, nagyon szép idő volt, nagyon jó idő volt. Ma is gyönyörűen szikrázó lesz majd a nap, tényleg. De hűvösebb van, mint ott amit... Ott azon a homlokzaton már látszik eddig mögöttünk. Megszoktunk. Igen, most már tényleg itt föl emelkedik majd a nyugati pályaudvar mögött, és akkor már picit mindenkit elkezd hűteni. Bírjátok még? Sapka, sál, látom, felkészültél. Na, és a kesztyűt is kellett volna hozni, tényleg, nem? Ott kellett van, volna, van is egyébként. A nagyfater hozott egyébként. Nagyfater hozott? Mert a bringám, tudod, mert én biciklivel jöttem, kisfiam, tudod? Ott áll a bringám hátul, és aha. Nem, elhiszem, ott az. Az, figyelj. hogy hívják, bevásárlókosolás női cím. De azért a sapkára is feljönnám figyelmedet, hogy azért... Nagyon jó, nagyon menő sapka. Ezt tudom, ezt Feri mondta egyébként Páger Antal hagyatékából. Így van, nem volt olcsó, gyerekem, nem volt olcsó. Azt a mindenségét neki. Hát figyelj, aki bringázik, divatosan kell, nem lehet csak úgy fölpattani a bringára. Arra gondoltam egyébként, hogyha Ferinek nem kell, akkor én elviszem, hazaviszem, impregnálom, és jó lesz csónak. Ez hatalmas sapka. Ez inkább a te érdemed, tudod, igen. Hogy neked jó csónaknak. Nem olyan nagy az gyerekek, egy normál fejméret. Mondja ezt egyébként Sebestyén Balázs, hogy nagy sapka. Nem a méret, hát a méretével van a baj, hát minden mással. Hát a méret az pont nem baj, ez a maga a sapi, én szeretem. Kicsit... Irgalmatlan jó. Nagyon menő. Jó, ebbe tolod? Ne, persze. Tényleg? Ha fölvegyem, akarsz nevetni? Ha ma megnézem, 10 óra, amikor bringára pattansz. Na! Azt mondja, hogy Balázs, így 7 óra után szívesen innék egy reggeli kávét. Oda tudod adni a bögrédet? Márk, itt vagy Márk a helyszínen? Hello Márk! Hát csak most mutatom, hogy papírpohárból iszom, tehát már ennyire. Low budget a show. Low budget van, úgyhogy már én se kapok bögrét, mert rájöttek, hogy minden helyszínen lenyúlom. És ezért a promóciós lányaink most már nem adnak bögrét, hanem műanyag poharat adnak, hogy ne vigyem el minden helyszínen. De ezt akarod, akkor szívesen odaadom. Aláírom. Azt mondja, hogy trafia 11-esen kifelé a Budakalászi kiáratnál, Szentendre és Budakalász között valószínű. Marianna Árok, mély tiszteletem. Úristen, Marianna Árok, mély tiszteletem. Fürcsik űrte nekünk, köszönjük szépen. Itt állok pomponos sapkába, léci, hadd játszak én egyet, tuti lenyomlak titetek, nem leszek olyan béna, mint a lányok. Hol vagy igen, pomponos igen, sapkában? Igen, ott. Figyelj, és én egy SMS, hogy hadd látszok, léci, nem leszek olyan béna, mint a lányok. De tényleg úgy érzed, hogy te nagyon jó vagy? Igen, mert egyszer már lenyomtam. Már most mondtad ki, hogy igen, már el is vesztettem. Igen. Mikor nyomtad le, Jani? Még decemberben, és azóta nem jött meg az ajándékcsomagom. Hát, hogy abban rosszul emlékszem, mégsem nyertél. De, 10. másodpercben még az igen kimondta. Te durva, hozzátok a hallgatók könyvét, paraszt akar tenni. December óta nem jött meg az ajándékcsomagom. Nem. Hát pedig erre mindig szoktuk ilyen. Szomorúan várom azóta is. Jelezted Annának, írtál SMS-t? Igen, többször is. És mit mondott a drága Anna? Semmit. Az nem lehet, hogy mindig foglalkozik a hallgatók. Akkor most odaadjuk neked, pótoljuk. Most. Jó? Köszönöm szépen. És ha kamuzik? Nem, most... én bízom benne, de csak nem, mi nagyon figyelünk most arra, hogy... Most adsz egy ajándékcsomag, lehet, hogy már otthon van lehet, neki. Hogy már úton van? Hát nem úton van, már otthon van, csak most bekamuszta. Nem kamuzni. Jó, gyere. Nem. Tényleg már hozzajani, látod. Figyelj, erre az Anna egyébként különös figyelmet forgat meg, erre én is. Mit csinál? Figyelmet? Fordít. Igen, köszönöm, találtam a jó szót. Meg erre abszolút nagyon figyelünk, de van, amikor egy-egy cím vagy név elkeveredik, úgyhogy bocsánat, van benne minden. Jó, de ha szeretnétek, most is játszom veletek. Drága vagy, de egy 4 órával túl vagyunk rajta. De még nagyon sok helyszíni játékunk van. Még. Igen, de én rohanok edzésre a szigetre. Mit edzel? Szinkronúszom. Jaj! Jó ide, jó. Hát akkor ezért nem kaptad már valamit is. Ezért nem kaptad meg az ajándékcsomagot. Egyébként a női szinkronúszokkal nincs baj. A pasi szinkronúszokat nem értem. Hát azt én se értem. Kezdő vagy haladó? Hát én válogatott vagyok. Azt a mindenit, de jó. Honnan tudjátok de a víz alatt, hogy mit csinál a többi? Látjuk, meghalljuk, begyakoroljuk, igen. Igen? Basszus, megvagy, tudom, mert még utánad is néztünk a neved alapján. Komolyan? Igen, mert nagyon tetszett a hangod, és akkor mondtuk, hogy megnézzük már, hogy egyéb adottságok is minden rendben van, mert a szinkronuszó lányok azért jól szoktak kinézni, hát nem csalódtunk, köszönjük szépen, hogy kijöttél. De milyenekre tényleg, emlékszem? Hogy milyen emlékeznék? És arra is emlékszel, hogy lenyomtalak? Nem, erre soha nem szoktam. Ezt mindig nagyon gyorsan kipörlöm. A Palatinus strandon a gyermekmedencében.
Persze. Ez nagyon klassz. És ilyen kis csipesszel nyomod te is? Igen. Tényleg? És miért kell benneteket ennyire durván túlsminkelni? Tehát azért, hogy messziről látszódjon. Igen. Aha, tudnátok rám rakni olyan sminket, hogy messziről látszódjon? Persze. Tudunk, de fölösleges. És a pasi szinkronuszokkal mi van? Azt csaj szinkronuszokként értétek, hogy egy férfi miért csupaszítja le a testét? És nem is szeretjük. Ugye? Fura, nem? Ott valami gyermekkori perdülés van. Tehát ott már valamit egészen gyermekkorban elrontottak nálam. Igen, nem? Hát az nem. Az háromra! Hajrá, magyarok! És ott azért... Itthon én még nem láttam. Nem? De hát ki tudja, most itt lesz a VB, valaki biztos jelentkezik. Hát most nálunk lesz a vízes VB. Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor a ti csapatotokban nincsen pasi. Nincsen. Hát de ez a világrendje, gyerekek, hát egy pasi ne legyen szinkronúszó, nem? Legyen szinkronúszó egy nő, igen. Nem? Ahogy egy nő nem biztos, hogy jó a boxol, meg focizik, mit tudom én. Tehát, hogy vannak férfias és vannak női sportágok. Hát mi ez nem vagyunk még elég nyitottak. Tehát én nyitott vagyok, csak nem értem tehát a pasit nem értem, hogy ő mit talál meg ebben. A mindenki semmit akar nekem, ezzel nincs bajom. Csak 6 csaj mellett leszörtelnítve kis csipesszel az orrodon, szinkronuszi férfiké, nem tudom. Képzeld már el valahol mondjuk egy ilyen egy kis vidéki halastónál ott gyakorolna egy férfi szinkronuszó, szerintem ott a helyi halászok, vagy már vele egy közös fordulat, amit szengedjük. És mi a mai edzés? Hát ma duózunk. Szóval, hogy duóztok? Igen, ma párosba toljuk. Én is mindig mondom a Vikinek, hogy Viki, ma duózunk. Magyar kupa? Igen. Megnyeritek? Igen. Jó, hát ezt szeretem. Hányan indultak ilyenkor? Hát most nem tudom hányan leszünk, de szokott lenni egy ilyen 5-6 páros. Ez jó. Ezért keményen toljuk. Jó van. Elengedünk téged, puszilunk, jó? Köszi, hát megy a buszom, sietnem kell a késeteket. Jó, most már megvan a csomag, nem kell. Meg, persze. Köszönöm szépen, aranyosak vagyok. Ciao. Sok siker. Köszi, hello. Szia. Hello. Beszélnünk kell Anna 10 után. Igen. Te ülni fogsz én állva. Nem, gyerekek, nem, valószínű, hogy elkevereded. De hál' Isten idejött, úgyhogy megkapta. Anna erre abszolút. Egyébként most már más ne jöjjön ezzel ma. Jó. Igen, többet nem se kapott meg. Uh-huh. Gyerekek, csak mondom, hogy ami Annának 3 évre visszamenőleg minden arriváló van, tehát ennek is pontosan utána tudunk nézni. Még azt is meg tudjuk, hogy melyik postán keveredett el az ajándékcsomag. Szóval mindenre fel vagyunk készülve. Ma nagyon-nagyon-nagyon jó szívek voltunk. Volt először ugye a sztori, 80 nap alatt Willy foggal a föld körül. Igen. Ha beutaztam a félvilágot azért, hogy lássalak benneteket. Mostan nem kaptam meg a csomagot, egyébként szinkronuszó lány vagyok, és stb. Most mi lesz a következő? Nem tudom, mindenki nagyon az durva. Utolsó kívánságom! Szoció sztorival készült, csak hogy legomboljon rólunk egy ajándékcsomagot. Na nézzünk gyorsan még egy-két közlekedéssel kapcsolatos SMS-t. Úton vagyok a West Endben, Léci, várjatok meg, Debrecenbe jövök. Márti küldte nekünk. Mindenképpen várunk Márti. Amíg nem jössz ide, addig nem megyünk. Nem megyünk sehol. Legalábbis 10-ig. Legalábbis 10-ig egészen biztos, hogy nem. Így van. Budai alsó rakparton lassú haladás, Budakalász és Szentendre között van egy trafi a 11-es úton. Azt mondja, hogy Szentendre út 11-esen gyalogos forgalmi befelé háromlábú, mindenki vigyázzon. És így van. Oszlóban a norvég remények. Köszönjük szépen, hát ezt is elküldték nekünk jó néhányan. Ha még valaki esetleg nem szelfizett az autókkal, amik oda vannak kiállítva, azok tegyék meg, mert ugye most a helyszínről még választani fogunk egy embert, és aztán azt mondja, hogy 3-4-9-et mondtál tegnap, hogy abban a magasságban fogjuk kisorsolni a győztesünket? Nagyon jól mondod. Jó, tehát 3-4-9-ig még simán lehet esélye valakinek, hogy megnyeri a vitorát. Abszolút előfordulhat az is, hogy akár innen kerül ki a győztes, meg hát nyilván érkeznek majd a vidéki helyszínek győztesei is. Jönnek azért a durva sztorik, hogy gomboljanak le rólunk ajándékcsomagot. Nagyon jó itt veletek, már hajnali egykor indultam hozzá. Nagyon nagy kívánságom, hogy veletek játszassak, és valamilyen erekét nyerjek tőletek. Hol vagy? Én hát gondoltam volna az első sorban. Persze. Hajnali egykor indultál? Tényleg? Várjál, jön a Feri, megint interjúoljunk téged, aztán megyünk ki, mert játszunk egyébként a modellekkel. A betűkeresős játékot gyorsan lehet tudjuk. Csak Léci, ne szociosztori lenne. Én vagyok, sziasztok. De ez 4 napja itt állsz egy órától, nem? Most halál komoly, Kolbász Fesztivál együtt képet csináltunk, és a párom, de nem akkor indultam, hanem viccet véletéve, hajnali egykor keltem, és 1:53-as vonattal jöttem ide hozzátok, átszálltam Szolnokon, és ide kötöttem ki. Keltem, 4:57 komoly itt voltam, az első 3 ember. Igen, cipőt sem húztam, ezt útközben találtam. Beteg édesanyámat hagytam. Kicsit rá vagy csavarodva ezeket a 4:57, tehát egész pontosan jegyeztél mindent. Nem. Hát itt a barátaim is, a párom is már itt
elnézést a csúnya szóért csesztettek, hogy ennyire nagy rajongótok vagyok, mondom, igen, igen, ennyire nagy, de nem tudtam eddig eljutni hozzátok egyetlen egy helyszíneset, csak hát ide, úgyhogy... És helyileg honnan jöttél? Nem Békés Csabáról. Békés Csabáról indultál. Hát majdnem földi. Azt a mindenit. Ferivel. Együtt fotózkodtál Ferivel a Korvász Fesztiválon? Igen. Igen, igen, és hát vicces volt, mert nem sikerült a páromnak elsütni a fényképezőgépet, és mondta neki, hogy drágám, nyomjál már rá, nyomjad drágám azt a fotót, mert igazából nagyon sokan szerettek volna fel a fényképet. Ijedtünk, mentünk a kolbász ügyében, hát ennyi. Azt hittem azt mondod, hogy azért volt nehéz elkészíteni a fotót, mert le kellett feküdnöm Feri mellé. Igen. Kaptál valamit Feritől, valami exkluzív ajándékot, egy dedikált hurkatöltőt, ilyesmi? Azokat nem adjuk oda, fia, az ember szívéhez hozzánő, érted? Hurkatöltőjét az ember nem adja oda. Nem kaptam semmit, de megmondom őszintén, hogy nekem már annyi boldogságot hozott ez a műsor és ti az életembe, hogy bármikor, bármilyen probléma ér, vagy negatív dolog az életembe, ha ezt a műsort hallgatom és visszahallgatom bármilyen adásotokat, már pozitívan hat rám. De jó, na látod, ezt mondom, nem akar de helyes, hogy ilyen látod. Végre egy normális beépített ember, tényleg végre na. Sikerült ennyi év után. Elmondta, amit kértünk, időben itt van, így van. Na, nagyon, ezt így kell csinálni. Jó. Nagyon rendes vagy, köszönjük. Hát ezért csinál. Igazából. Ezek nekünk is fontosak, ezek a visszajelzések, mert az ember ugye naponta, hát ezt nem mindig látja, meg nem mindig hallja, de hát ha van ilyen közönség találkozó jellegű kitelepülés, akkor azért ezeket jól esik nekünk hallani. Dudáltak neked, János. Ezekre már nem is reagálsz. Most két napja nem reagálsz a Dudára. Nem, mert itt nem érzem, hogy... Ellőttik a füled a Győrben, vagy mi történt? Nem, mert sem is ismerem a fővárosi forgalmat, és tudom, hogy ez már tényleg nem nekem. Elvettem az önbizalmadat. Na, játszunk egyet? Játszunk. Mi legyen az? Fogocska? Kapja a tudsz? Ja, Jézus. Hát, és megvan a manikűrollod? János, hoztad a manikűrollodat? Mindig nála van, tudod. Nem csak erre megyünk. Nem, most vezekelnem kell a magyar válogatott győzelmem. Nem, nálam a svájci bicskám, csak elfelejtettem kiélezni, de van rajta reszelő. Atyaisten, gyerekek, nem vicceltetek, tényleg nagyon ugye? Van. Ugye? Komolyan mondjuk, mondom. Nem vagy az évszakon. Jó, mondjuk, tehát lehet beszólni az én sapkámra, de én legalább hoztam meleg fölső. Ez egy termokulcsi. Azaz. Egy nagyon durva termokulcsi. Hol vannak a játékosaink? Sziasztok! Hello! Csak a formaságok miatt neveket, de úgyse jegyezzük meg, mert négy Szonya. Nevet. Én nem tudom megjegyezni. Ádám vagyok. Szonya Ádám, ezt én viszem. Linda. Balázs. Szonya Ádám, Linda Balázs. Jó, Balázst vállalom. Jó? A Balázs egyértelműen vállalom. Ki melyik modellt választottam? Mi a Swiftet? Swift, oké. Okay. Igen. És ti? Itt pedig a Jimny. Hát jó. Én is úgy mondtam. A Zámbó család kedvenc autója a Jimny. Persze, egész évben. De csak azért, mert ők sem tudják megjegyezni a nevét. De most már egy egész ország megjegyezte, hogy ez egy Suzuki Jimny, ami nagyon jó kis autó. Nekem a színe például kifejezetten bejön. A Lada Niva-s beütése van. Ez egy drón? Tessék, ez az előbb repült? Nem, ez egy srác, csak a közében van egy kamera. Ja nem, az ott van. Nézd, a fejük fölött van egy drón egyébként. Egy ajándékcsomag annak, aki lelövi. Így van. Valaki nem el tudja találni egy kavicsal. Adunk 10 darab bögrét, aki eltalálja a bögrével, az kap még egyet. Na, oké, okay. Elrejtettük a betűket? Autók nyitva vannak? A betűket elrejtettük? Beülsz melegedni? Annyi, hogy beülök, mert rohadt hideg van. Ezt mondjuk nem baj, ha kinyitjuk. Jó. Igen, a segítőink annyira félnek, hogy, ja. Hogy bezárták az autót. Jól van. Oké, okay. Na, meg vagyunk? Szonya csapat, jól mondom? Szonya csapat. Oké. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 betű az egyik oldalon, hány betű a másik oldalon? Szerintem ugyanannyi. Ugyanannyi. Jól van. Indítjuk az órát, élőben láthatja mindenki az egyik legdurvább játékot. Ez nagyon-nagyon vért forraló lesz. Szerintem hihetetlenül izgalmas lesz. Nagyon-nagy rutinnal, ha tetek szert már szerintem a hallgatóink is, még így az éteren keresztül. Az egyik helyszín előfordult, egy autóból összerakták a Swift, az S-Cross és a Peter a feliratot is. Azt nem tudjuk, hogy csinálták, de sikerült neki. Így van. Indíthatjuk az órát? Legyetek ügyesek. Jó, figyeljetek akkor. 3, 2, 1. Rajta! Figyeljetek a Jimny. Nagyon jó. Oké. Okay. Balázs még így érdeklődve kérdezte, hogy akkor ez az? Igen, ez az. Ebből kell kiszedni a betűket. Így van. A Swiftnél szerintem a T betűt majd a sör alatt keressétek. Aha. Sör alá mindig tesznek sör alá tét. Na jó, ne. Jó, oké. Okay. Jó, intravénásan koffeint kérünk Balázsnak. Tényleg így van, mindig tesznek sör alá tét, úgyhogy... Úgyhogy keresétek. Így van. Keresétek a dobozos sör alatt, jó? Farokcsóválva megjelent egy kábítószerkereső kutya is. Jimmy-nél egy betű van tegnap, meg tegnap úgy pucsítottak a csajok, komolyan három, mondom, tegnap úgy pucsítottak négy. A lányok. Így van. Csak ma fiújátékosaink is vannak. Hogy ezt nem mondjuk el, Viki, füle halad. Ott volt tegnap egyébként, ott volt. Na, hogy állunk? Jimmy-nél hát, négy betű, Swiftnél kettő. Nézd meg a gumiszőnyeg alatt. Gumiszőnyeg alatt. Nem, csak vicceltem, nincs ott.
Nem ilyen, amikor automosóba viszi az ember az autót? Ugye? Hogy mondtam, darabokra szedik. Hogy oda állunk? Néz, oda néz, mennyi szög. 1, 2, 3. Ez biztos az elakadási jelző 3 szög. És én vagyok a tével, a sör alá téve, érted? Csak megpróbáltam zárkózni. Nincs meg? A T-betű, mondtam én, hogy nem lesz meg a T-betű. Aha, aha. Megnéztétek a napellenzőket, mindent? Itt van egy alkoholsvic, rajzoljatok egy ilyen. Hogy állunk? Figyelj, minden alatta, felállta. Ja, nagyon keresik. Már annyira együtt élek velük, hogy én is elkezdtem segíteni. Ugye, tegnap én is beültem az autóba, és elkezdtem keresni. Megvagytok? Ó, megvan! Kérem szépen, Szonyáék csapata megtalálta az összes betűt. Nincs meg! Újra indul a kereső! Még sincs meg! Gyerünk, nyomjátok! Melyik betű hiányzik? Melyik betű hiányzik? Megvagyunk mi is. Biztos? Itt viszont megvagyunk, úgy tűnik. Vagy úgy, mint Szonyáék. Igen, nézzük csak. Azt mondja, hogy jó. Van egy emmem is. Azt mondja, hogy Jim. Ni. Hát, megvagyunk. Sajnos ez rossz hír, mert ugye Jimmy Shake összerakták kinek a feliratot. Kinek rossz, mert például Balázséknak tök jó hír. Ja, már igen. Úgy értve. Tök alatti, és nem Lindának is jó. Linda is van. Ti egy pár vagytok? Olyasmi. Összeálltatok most? Így van. Itt találkoztunk. Jó, figyelj, így. Közös hétvége. Igen, ha a hétvégi kocsi összejön, lehet még bármi is belőle. Oké. Okay. Két éve találkoztunk, azt gondoltuk, hogy majd lesz egy morning show. Ahol kell egy tesztvezetés nyerni, és ezt megnyertétek, igen. Kinek van jogsia a csapatból? Nekem. Tényleg? Aha. Neked nincs, Balázs? Nekem majd 3 hét múlva talán lesz, hogyha levizsgázom. Még nincs jogsid? Hány éves vagy? Most 24. Jó, vannak itt idősebbek is, akik nincs. Jó, valakinek a béke, vagy béke meg is értem. De pesti születés vagyok, nem kell jogsi, úgyhogy... Ha minek, persze. Itt közlekedek, itt lakom, itt... Tök igazad van. Tök jogos. Jól van, jól vezet? Mit csinálok? Jól vezet? Hogyne. Jól, hogy mit csinálok, szóval nem. Oké. És akkor ezt fogod a tesztúton, miután megkaptad a jogsi, de ezzel lesz az első kör a Jimmy-vel? Kaszkós, nem? Figyelj, de úgy vedd át tényleg egyébként, hogy gyorsan megcsod a jogsidat, és utána 3 hét múlva átveszed az autót. Szegények, nézzétek, milyen elkeseredettek. Szónya csapat. Igazából mi az ajándékcsomagra játszottunk. Úgy gondoltuk először, hogy az ő kocsijukba fogjuk keresni a betűket, hogy segítsünk nekik, de aztán végül is odaadtuk nekik a W helyett, az, hogy meglegyen az M-es. Nagyon, ez komolyan mondom, nem lennének ennyien megpusztulnának. Annyira, ez annyira megható, tényleg. Mi nagyon rendesek. Az megtaláltuk az utolsót, hogy elmondtuk, hogy hol volt? W. Nincs meg? Hol a W? Volt W? Annyi, hogy lehet, hogy benne van, lehet, hogy nincs. Mindjárt megkeresik a hostessek, és akkor megmutatják, hogy hol volt. Csak, hogy ne hánykolódjatok álmatlanul. Mondja, mit mondtál? Ne haragudj. Megtarthatjuk a betüket? Természetesen. Igen. Ajándék. Nincs már több játékunk, megtarthatjátok. Nincsen. Majd valahogy elsikáljuk a dolgot leltárnál. Igen. De természetesen egy ajándékcsomag nektek is jár, úgyhogy ha ezért jöttetek, hát akkor. Köszönjük. Gratulálunk, ügyesek vagytok. Na, aztán nem ám rosszalkodni az autóban a tetszvezetésnél, jó? Vigyétek el, ügyesen használjátok egészséggel, jó? Szevasztok, köszönjük szépen. Hajrá, sziasztok. Ciao, hello. Mit rögsz? Ez sem, hogy kinek mi a rosszalkodás, ugye? Na, tetszett már szelfizni? Én nem, köszönöm. Tessék szelfizni, tessék szelfizni. Komolyan mondom, tessék szelfizni, hát milyen világ ez? Itt is kell szelfizni, ugye? Természetesen, aki még esetleg nem tette meg, az azzal a modellel, amelyikkel akar, gyakorlatilag ott vannak felállít a teljes Suzuki paletta, oda lehet menni, szelfit lehet készíteni, regisztrálni kell, és utána még joggal pályázhatok erre a gyönyörű szép Suzuki Vitarára, ami itt áll a stúdiónknak a jobb oldalán, vagy a bal oldalán, attól függ, hogy honnan nézitek. Hát gyerekek, azért itt jobb idő van. Sok, ugye? Azt a betyárját. Idén nem találtál olyan téli kollekciót, ami szimpatikus lenne? Nem tudtam, hogy ennyire hideg téli kabát nélkül. Van a kocsimba téli kabát. Ja. Hoztam téli kabátot. Csak benne van. Csak benne van az autóban. Jó, de nem vetted föl reggel se. De én beleraktam az autóba, hogy majd egyszer biztos, hogy kell. Megvan egy. Több lapot fogtál össze a naptárban, és a november helyett az április. Nem gondoltam volna, hogy ennyire hideg lesz. Na, drága hallgatók, talán még nem mondtuk, de egyébként mondtuk már, hogy 9 óra után itt, aki színpadon, nektek balra, hát nyilván attól függ, hogy hol álltok, Super Stereo koncert lesz, 10 óra után pedig Csabi zárja. Bizony. Csabi, nem. Vastag Csabi zárja. Igen. Majd ezt a kis jeles esemény sorozatot, néhány dalt előad nekünk. Nagyon rendes gyerek ez a Csabi. Nagyon, elvállalta nagyon a felkérést, úgyhogy Vastag Csaba lép majd a színpadra. 3-4-9-kor még húzunk valakit a helyszínről, jó? Úgyhogy adogassátok a kis
regisztrációs lapokat a hostess lányoknak, és aztán 9 óra után kiderül, hogy ki lesz az autó. Mindenkit várunk, akik szeretne velünk találkozni itt a West End mellett, illetve meg szeretné nyerni az autót, illetve várunk még olyan horgolásban jártas szemfelszedőket, akik Balázsnak a kardigányát meg tudnak javítani, mert annyira megkeményedtek a mellbimbója a hidegben, hogy kiszakították két helyet is. Kicsit szalad a szál, úgyhogy segítsetek. Valaki jött már az eddigi nyerteseink közül? Biztos itt vannak már. Persze, hát gondolom érkezgetnek, hát már egészen korán hívtuk őket, beleszámítva még 1-2 óra késés, tehát azt mondtuk nekik, hogy már... Be tud ugrani valaki, ha a debreceni nem érkezik meg? Be tudtok, jól van, helyes. Oké, 7:30 pontosan, várunk friss közlekedési híreket, jött is egy, Kvados Miki küldte nekünk, hogy Rönkön a körment felül érkezőket mérik, úgyhogy mindenki vigyázzon. 7:30, ahogy mondtam, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Győzi Roadshow, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! 3:48 lesz pontosan, 2 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk Budapesten, a turnénk záró akkordján, nem, ma nem tudok ragozni, tehát nem tudom befejezni a mondatot. Na, hogy fejeznéd be, tessék, itt vagyunk Budapesten, a turnénk záró akkordjának helyszínén. Nagyon jó! Na, most ez egész jó volt. Egész megoldottam. Úgy izgultam, hogy meg tudom-e oldani, basszus, bajba keverem mindig saját magam. Egyébként. Hát a rutin átsegített rajta. A rutin az évek átsegítette. Az a sok műsor, például a Gyertek át Szombatest, amit az előbb is dicsért az egyik kedves hallgató. És mondta, hogy nagyon jó vagy, Jani, a szombatesti lázban. Igen. De cukik voltak, így cuki van. Volt, igen. Hát ja, egyébként tényleg jó vagy a szombatesti lázban. Kifejezetten jó vagy benne. Na, az a műsor nekem az kihívás lett volna. A szombatesti láz? Így van. Én nagyon szerettem volna egy kis forró naciba, ott nagyon táncolt südíringóval. Igen. Iszonyatosan nyomod, nem tudom, Molnár Andival vagy valakivel. Nem, a Nórival. Vagy a Nóri. A Nóri nem táncolt, a Nóri műsorvezető. Viszont őt tud táncolni, és nagyon jól mutattunk volna egymás mellett. De a Kulka is táncolt, a Szellő is táncolt benne, a Stól is, nagyon, nagyon sok. Bárkivel lettem volna, hogy a fejemet mondjuk egy picit be dezorolták volna, akkor használhatta volna golyos tiftnek a fejemet. Medvec kilóra golyos tiftnek a használhatta. Mit kaptál volna tőle, képzel el? Na, azt mondja, hogy ez milyen zene volt? Mi volt ez? Ez szerintem egy Pink. Ez Pink. Jó, nem Gwen Stefani. Meg, pillanatra megjelentem. Ez nem Gwen Stefani volt, ugye? Az. Te Stefániát megmondtuk, de nem Stefániát többet nem játszunk. Nem veszünk Stefánia vagdaltat, nem játszunk Gwen Stefanit, és nem kapcsolódunk semmilyen szinten, semmilyen Stefániához. Most jön ezzel a szánalmas sztorival, érted, hogy hol vagy? Itt vagyok. Jó, ott vagy. Ha nem látsz, akkor nagy a baj, hogy a színfalak mögött zokogva búcsúzott a király Viktortól. Ugye milyen puha? Persze, hagyjál már, nyilván kiejted azt a helyjátszot, hogy szeretsz. Ugye? Kiejted, kiszavazod, majd odamész és zokogsz, hogy te már kész vagy, téged nem kell tovább jutatni, te már most tisztál vagy. Milyen rossz duma? Te már így is karriert csinálsz. Milyen rossz duma? Jabocs Viktor. Mennyire rossz duma ez tényleg? Na, azt mondja, hogy Balázs bajban nyertek a magyarok. A végén még lehet, hogy csettintés lesz. Már túl vagyunk rajta, itt Jánossal. A sátorban megejtettük a dolgot, nem vérzett annyira. Azt mondja, hogy nézzük a közlekedési híreket gyorsan. Budakalász után Szentendre felé van egy trafi, a 11-esen Máté a fanatikus küldte nekünk. Köszönjük szépen. Budai alsó rakparton lassú a haladás, valamint az újszászi lehajtónál a 4-es főúton Szolnok felé áll a lehullott romjai után kb. 100 méterre. Egy barom. Krisz küldte nekünk. Ez mindenképpen fontos volt. Szolnok, Debrecen, Tejköd, M35-ös, 19-es karóránál lélekraplás és köd. Ez Surda küldte nekünk. Mi a helyzet? Odakint, Feri, egy percben, tessék! Óriási, nagyon jó itt. Rohadt hideg van egy férfi mellettem, aki azt mondta, hogy ő nem fázik, de nem úgy most, hanem soha. Én nem nagyon szoktam fázni, ritkán. Én is meglepődök, a fázok. És ezt így fontosnak tartottad mondani? Ja, hát kérdezted, hogy bírjunk a hideget. És ja, azt azért... mondtad, hogy jó, csak így ebből így negyed órát csináltunk itt ketten. Hát nincs az a baj. De jó. Meglepődsz, ha fázol? Tehát egy olyan a fázás, és akkor úgy meglepődsz, hogy most fázol? Hát ritkán fázok, ezért szoktam meglepődni, de akkor fölöltözök. De nem szeretek sok ruhát. Ez jó, most fázom, most meglepődtem, mert fázom. Ez jó. Furcsa beszél. Csajok ott melletted a másik oldalon. Hello, lányok! Hello! Sikerült pár szelfizni? Megvagytok? Még veletek szeretnék, én Madridból jöttem, úgyhogy... Ja, persze! Jól van! Most már ciki, de dehogy ciki, csak imádjuk. Két hétre jöttem, és már Mezőkovács házán is voltam, úgyhogy... Az nagyon Mezőkovács, jó. Az nagyon jó, mert mi nem voltunk. Mondjad nekünk akkor madridiul, hogy milyen régóta vártam már arra, hogy lássalak téged. Balázs, sokkal szebb vagy, mint a tévében. Hogy mondják a spanyolul?
Hát a munkatársaim mind szerelmesek a Balázsba, úgyhogy megígértem nekik. Ez csak azért van, mert nem ismernek egyébként. Ha ismernének, rohadtul utálnának. Úgyhogy minden reggel hallgatlak benneteket fél 7-től 8:30-ig, vagyis 6-tól 8:30-ig, utána későbbit csak visszahallgatom. Mit csinálsz? Mit csinálsz Madridban? Nemzetközi logisztika. Nemzetközi logisztika. Az megvan, hogy egyik három hallgatónk mondta el, hogy honnan jött ebből az egyik Londonból, a másik Madridból. Tehát azért ez ugyanakkor, hogy mi egy vidám reggeli műsor vagyunk, azért ez a nagyon szomorú magyar valóság, hogy hallgatóink egy része külföldön dolgozik már, háromból kettő egyébként külföldről jött, van egy kis dolga itthon, megnéz minket, aztán megy vissza, mert ott találta meg a lehetőséget, vagy a boldogulást. Mióta vagy kint? Hát 15 éve vagyok Spanyolországban. 15 éve? Igen. Azt a mindenségét. Jó arcok egyébként, kedvesek, mert elmegy ember, az ember oda egy hétre, helyesek, de hogy ott élni... Hát pozitív beállítás, beállítottságúak is, meg úgyhogy mindig tele van az utca az emberekkel, mindenki kinn eszik, tehát az élet az utcában is sokkal vidámabb. Azok a gyönyörű sonkák, hát ne feledjük el, ugye? Feri, van más is, tehát hogy én értem a szó, finom, a kolbász a és a sor... negra, érted? Hogy... A fekete lábú sertés, sok gyönyörű, de hogy azért ugye? Annyi minden van Spanyolországban, a foci, a tánc, a zene, minden. A film, hát mind nagyon értem. Fontos, és esznek utána egy kis sonkát, érted? De, tényleg mindig. Jó szangriával, mi? Milyen jó az? Hát az is jó. Komolyan, a harmadik mondata eljön, és van sonka. Ha van, ha ott is van nem sonka. Nem is akármilyen, nagyon jó sonka, ez a fontos benne. Szibériai sonka. Chorizo, igen. Az a kis kolbász, ugye? Azaz. Nagyon igen. Finom. És kinnél már a családod is, vagy már onnan választottál? Nem, én csak egyedül járom a világot, úgyhogy és csak valamint... hazajöttem látogató egy kicsit. Nagyon tüzes spanyol pasim. Hát, nem tüzesek? Milyenek tényleg? Hát attól függ, de inkább lustábbak. Mostanában azt vettem is. Igen, hát, mert azt mondják a mediterrán pasikról, hogy azért tudnak udvarolni, szeretik a csajokat, hogy nagyon hát, bókolnak. Szerintem a mai világban most már inkább a lányok udvarolnak a fiúknak, úgy vettem észre. És nem sikerült valamilyen félszektor rádort összeszedni senki? Én szerelemből mentem ki igazából, de aztán annak vége lett, úgyhogy most... És nem is nagyon gondolkozol, hogy hazagyere. Hát nem. Mert nem olvastad pártunk és kormányunk hazahívó programját. Hát tessék elolvasni, és lehet, hogy megjön a kedved, nem? Hát ha azt elolvasod, te úgy megjön. Ú, te. Na jól van. Na, okay. Van valaki Budapestről egyébként? Éva. Jó, Szváziföldről. Igen. Ki az, aki még külföldről jött, vagy külföldön csak él? Csak miattunk. Ott, hello, te honnan? Találkozatosan kedvéért, igen. Honnan? Londonban éltem, de én most költöztem haza. Miért? 9 év után. Beteg vagy? Mert rosszul vagy? Elolvastad a programot és hazajöttél? Hogy miért? Hát sokan kérdezik tőlem, de mindig ugyanez a válaszom, a boldogság. Úgyhogy nekem elég volt a 9 év. De itt megtáltad a boldogságot? Családom, párom, persze. Azt mondják, már hiányoztak nagyon, mert nem bírtam. De ez tök jól hangzik, nem? Micsoda? Hazaköltöztem, hogy megtaláljam a boldogságomat jövénykor, pedig láthatok majd kampányplakátokon is szerepelni. Nem, úgy gondoltam, hogy azzal a tapasztalattal, amit szereztem, nyelvtudással, stb. Azzal úgy gondoltam, hogy majd sikerülni fog, pont egy állásinterjúra megyek, úgyhogy szurkoljatok. Mi csináltál Londonban? 6 évig dolgoztam, és az egyetemet is elvégeztem, úgyhogy most és milyen diplomás vagyok. Milyen állásinterjúra mész? Divat szakmában végeztem. Lakatos Márkhoz jelenesítés. Ne, Lakatos Márkhoz mész? Nem. Jézus Isten, akkor ne beszélek róla, mondom, mert annyi valóban tehetséges ember dolgozik a divat szakmában. Megértem egyébként. Egy barátok. 8-szor és még csak egy embernek szóltunk be, mert kezdünk javulni. Szóval megértem én ezt a hazajövetelt egyébként, mert nekem is nagyon sok ismerősöm él Londonban. Azt mondják, hogy oké, hogy ott vagy, meg nyelvet tanulsz, de valahogy mindig egyfajta kívülállóként kezelnek. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy bevándorló vagy, de hogy nem érzed igazán otthon magad. Tehát nincs az, ami itthon. Hiába vannak kinti barátaid, hiába van egy csomó ember, valahogy mégis azt érzed, hogy idegen vagy ebben az országban. Nekem most jött az a Vikinek a húga, ő is 6 vagy 8 évet élt kint. Vélemény, egyetértek veled, Balázs, de velem valahogy mindig más, pont az ellenkező a történet, mindig nagyon barátságosak voltak, nagyon szerettek az emberek, nagyon sok angol barátom volt. Nagyon sokan meg is lepődtek, hogy magyar vagyok, mert az akcentus miatt, hogy nem érződik annyira, hogy tehát azt hitték sokan, hogy angol vagyok, tehát így más volt meg. Na de valamiért mégis azt mondtad, hogy itthon próbálkozol, nem? Hogy mégis, hogy jó, igen, jó, kint, hogy az ember hazajön. Én is 11 után hazamegyek Lőrincre. És megmondtam, hogy a fizetésem harmada mindig arra megy el, hogy hazajövök 2 havonta, mert annyira hiányoztak. És aztán az év utol, az egyetem utolsó évében már egy kész szenvedés volt, de alig bírtam odafigyelni vizsgákra is, mert annyira szerettem volna hazajönni. Miért nem vitted ki őket?
Nem akartam. London az egy más világ, meg túl, mert túl telített a piac rettenetesen, borzasztó, úgyhogy... Igen, hát az ember keresetének egy nagy része elmegy albérletre, ugye, a másik a hazaútra, kicsit még próbálsz félretenni, hát ez te is ismered, hát a persze, dorogom, hát. Te már a dorogom vagy honvágyod van, nem? Tehát, mert a rosszul hát, vagy ráadásul már. Így van, meg hát a divatszakmát is nagyon közel ismerem. Hát, csak azért nem helyezkedtem el benne, mert nem tudom mi az. Igen. Köszönjük szépen, hogy elmondtad. Valaki még külföldről, gyerekek, ki jött? Most már az a kérdés, hogy ki jött messzebbről, nem? Tehát Madrid, London. Na, ne. Mind gyerekek, tényleg már kevesebben vannak. Kevesebben sehol vannak senki Budapesten. A Fülöp-szigetekről, Botswanából, Tűzföldről. Szváziföldről, igen. Angol csoki? Mit találtál, Feri? Na most kezdett el érdekelni a sztori. Kaptunk csokoládét. Haladj ebbe az irányba, Feri. Azért viszonylag szűk keresztmetszetben mozogtok. Feri a kópás, sokkal Jani a csoki. Hát, hogy... Látod, de legalább kiszámíthatóak vagyunk. Én 8 után úgyis akarok néhány mondatot beszélni a teniszről, úgyhogy tulajdonképpen meg vagyunk. Tulajdonképpen a világ első táblás csokiját is az angolok találták. Köszönjük. Na tessék, látod, milyen fontos dolog ez is. Oké, cserébe tudnék neked felajánlani valamit Gobi Hilda hagyatékából. Látod, milyen aranyos. Ezt még Kabos Gyula hagyta rá, az ő sapkáját tudjuk adni. Hova mész, Feri? Ide jöttem, mert itt áll egy talpig elegáns úri ember, csak hogy ugye, ha már a divatot kikezdem. Köszönjük, Őrtornit nem kérdezik. Ő az, de már van itt. Lehet a közjegyzőnk, csak de nem tudja átverekedni magát a tömegen. Én jöttem megnézni, hogy hogyan működik ez a show élőben. Megnézni, hogyan működik a show. A show gyerekek, hivata, NAV, hivata, ajajajajaj. Megnézem, jöttem, megnézem, hogyan működik a show. Hadd kérdezek rá, Sláger FM? Nagyon elegáns, hogy ezt a munkahelyet követeli meg? Így van. Mit csinálsz? Könyvvizsgálattal foglalkozom. Aha. Tudtam én, hogy ezt azt nem mondhatom meg, de Jézus értetek is halt. Hogy hívnak, mi a keresztneved? Dániel. És hogy tetszik a show? Mert csak, hogy jöttél megnézni a showt. Megy minden? Oké, rendben vagyunk? Hát, lenne még mi javítani. Na! Mondja, tehát akkor legközelebb már úgy csinál. Építő jellegű kritikák. Nem, abszolút rendben van. Úgyhogy... Csináltál selfit? Még nem. Tessék, te hát a tenyersz. Jó, ebben a kis nagyon hivatalos kis öltönyben. Drukkolunk neked. Köszönjük. Bármilyen észrevételedet fogalmazd meg. Jó, nyugodtan, jó? Be ide. Na játszunk, itt van a játékosunk, a minden igaz, vagy már jön is, Owen bácsival játszunk, reméljük, hogy Magyarországról érkezett. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakuk vidám szomszédai. Owen bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Fogadjuk, hogy testvérek. Csak írta valaki, hogy tudja mondani angolul, hogy buszki, jó? Ezt mondd el angolul, hogy buszki. Buszki, jó. Jézus, ha engem egy primitív poénra mindig meg lehetne vetetni, ez az én szellemi szintemről árulkodik, ugye? Hogy én ezzel röhögök, hogy buszki, jó. Sokan nevettek kint is, úgyhogy. Angolul mondta, hogy buszki, jó. Ilyen állapotban van, ezt érzem. Hello, sziasztok, ciao, mindjárt kaptak egy mikrofont. Hello, kit hogy hívnak? Na, ja, kis Balázs és kis Bogi. Kis Bográka. Ó, megint egy Balázs. Hát Balázs. Nagyon sok Balázsunk van. Balázs Bogi. Igen. Oké, kaptok egy fülest, jó? De a szó jó értelmében. Melyik természetesen. Tudja jobban játszani a játékot? Mikor ilyen zene? Vagy csak abban a mikrofon, igen, hogy tudjuk hallani, mit Balázs. Mondasz. Mondjad, Bogi? Most ne vitatkozzatok, már valaki tegye föl, mert nem fogjátok hallani. Figyeljetek, mutatjuk, mit csinál Owen bácsi, jó? Valami megint beleszorult Berunénibe. Igen, a lickkezelő lett Berunén, nem tudom. Abból esett sem érzek. Nem tudom értelmezni hangot. Na jön az ének, figyeljetek. Jaj, de könnyű! Aha. Kicsit várjunk ezzel még. Látszik, hogy fiatalok vagytok. Mikor születtél, Bogi? Csak mondj egy 97. Jézus Isten! Akkor kezdtem az én plusznál dolgozni. 1997. Akkor vesztettem el a szüzességet. Pedig lassan már 30 voltál. Na most cserélünk, akkor most Bogi is meghallgatja a dalt. Oké, Bogikám, figyelj, nem fogjátok ismerni, túl fiatalok vagytok. Figyeljetek! De utáltam, még gyűlöltem, tiszta szívemből mindig gyűlöltem. Mindig ezt hallgattuk, mielőtt apám megvert. Bejött egy nadrág cia, és azt mondta, vedd kösz, fiam. Nincs meg? Akkor segítek, ez egy mese. Jó? Ez egy mese. A világ legdebilebb mesefigurája. Egy füles mackó. Hát honnan? Így van. Gyűlöltem. De tényleg, tehát, hogy az első igazán őszinte agressziót ő hozta ki belőlem. Tudod, ez a füles mackó, mondj most nektek szép mességet. Full debil az egész, tehát, hogy így már látod, hogy Lovrencs is nekifut.
A mi generáció ennyi, ezért lett ennyire neurotikus, meg ennyire szorongó a 75-ös, 77-es generáció, mert ilyen rohadmányos mesékkel kellett szocializálódni, mint ez a rohadmányos üres mackó. Így van, Lakatos Márkból is mit hozott ki? Kaptok egy ajándékcsomagot, jó, Bogi Balázs? Csináltatok szelfit? Megadjátok az esélyt annak, hogy, legyen egy autótok? Jól van. Úgy drukkolunk, hogy sikerüljön. Jó? Csáó, köszönjük, sziasztok. Hello, hello. Füles mackó, ez most tönkretett. Az, fi, könnyebb. Komolyan mondom, kivel van a Zsűl? Nem velünk van? Nem egy csapatban játszunk? Füles mackó, pénteken? Mindig, mi volt vele? Mindig elment valami, mindig valami hülye, meg hát, valami történt vele. Ugye, ilyen szerencsétlen hülye maci volt. Igen, tehát hogy egyszerűen szörnyű volt. Szörnyű volt. Igen. Nem, mindegy, hagyjuk. Na jó, van, 3 perc van pontosan, 8 óra, 9 órakor szuper sztereó. Gyerekek, nem sokára a színpadon, Atyaisten. Atyaisten, jön nekem sokára. Imádják őket. Imádják őket. Hazamentem, megkérdeztem, én úgy szoktam általában csekkolni az aktuális zenéket, hogy hazamegyek és megkérdezem, hogy a lányom ismeri, a 13 éves, ráadásul szereti, már pedig őket szereti, akkor az biztos, hogy aktuális zene. Bizonyám. Így van, aztán lemegyek a pincébe Slayert hallgatni. 10 órakor pedig Vastag Csabi jön majd hozzánk. Hozzátok sietik a kitelepülésre, de sajnos most mondták be, hogy 1 órát késik a Helsinki Budapest járat. Nem érek oda, ez már biztos. Jó lopunk írta nekünk. 3 perc van, 8 óra, jövünk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Bejárja az országot. Morning Show, Nagy Őszi Roadshow. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, és még mindig nem késő eljönni ide hozzánk. A West Endnél vagyunk, a Nyugati téren. A West End bejárata előtt, mert hogy ma még valaki akár boldog autótulajdonos is lesz, illetve nem is pontosabban akár, mert hogy lesz, csak úgy mondom, hogy még a helyszínről is választunk egy potenciális játékost. Még fél órád van pont. Van még fél órája, így van, bárkinek idejönni, mert hát úgy lesz ugye teljes a lista és teljes a létszám, hogy kiválasztjuk ma a 6. játékost. Egy budapesti ember, úgyhogy aki most ide szalad gyorsan a West End elé, egy selfie valamelyik Suzuki-val megmutatni ezt a lányoknak, kaptok egy kártyát, gyorsan kitöltitek, és akkor már is benne vagytok a csapatban, akik közül kikerül a 6. játékos. Bizonyám, biztos, hogy jó helyre megy az autó. Hát Jani más elfizik szerintem egy Suzuki-val. Adjátok vissza, tényleg, János. Tényleg, szedjétek már ki a tömegből. Figyeljetek, János hajlamos elhordani a sátrat, lebontani mindent, odaadni az asztalokat, a székeket, úgyhogy... Hangfalakat odaadja. Hangfalakat, 10 óra után bontás lesz itt még, ami marad János. János egészen biztos, annyi, hogy... Annyi volt csak, hogy hátul valaki kiszúrt így a sátornak a nyílásába egy fritőzt, és most kiadtam neki ezt. Mentett ki a megmaradt repi ajándékokat, igen, a másik oldalon. Most indultam el otthonról. És az árokban egy részek fazon feküdt, valószínűleg smokkencs volt. Alifrézsölt nem láttam, sajnos. Vajon mit csinálnak ebben a pillanatban? Vajon tényleg mit csinálhatnak egyébként? Trafi az M5-ös Balázsai részén Pest irányában, Kornél küldte nekünk, köszönjük szépen. Aki küldözgetik a Suzuki-s SMS-eket, nekik mondjuk, hogy elkéstek egy picit, ne tegyétek már. Pénzkidobás, nincs értelme. Tegnap lezártuk a sorsolást. Tegnap lezártuk, és tegnap már kiderült, hogy ki az a hallgatónk, aki az online szavazók, vagy az online SMS küldők közül jöhet ma el hozzánk. Reméljük, el tudott kéreckedni. Ugye? Tegnap úgy volt, hogy nem biztos, hogy el tud jönni, lehet, hogy a főnöke nem engedi el, meglátjuk, reméljük, hogy itt lesz. Reméljük, hogy itt lesz. Azt mondja, aki teheti, kerülje Budakeszit, Budakeszi Szélkálmán tér, 80 perc autóval István küldte nekünk. Ötlábúval mérik a sebességet Békés Csabán, nagyon néz valamit a Manus a kamerába. Szerinted mit? Józsi írta nekünk. Az M5-ösön Szeged felé trafi az Albert Irsai lehajtónál, ezt Mikey küldte nekünk. Balázs MLS elnöknek tegnap ráijesztett a fiúkra, és elkezdtek futni. Nem én ijesztettem rá, tegnap valójában lelkesen játszottak, küzdöttek, lélekkel játszottak, tényleg meg kell őket dicsérnünk. Próbálom ezt összetenni, hogy azzal ijesztettél rá, hogy előbb egyébként tegnap már nem. Lesz. Tehát a héten mi azért sokat cinkeltük őket, meg a hadtörténeti múzeumon valójában rögtünk, hogy mit csináltak. Tegnap azt mondtuk, hogy ma még utoljára, vagy tegnap még utoljára drukkolunk, és drukkolni kell, leadtuk Bödesanyi dalát, az EB-dalt, és azt mondtuk, hogy na jó, most még utoljára bízunk a magyar válogatottban. Hát lehet, hogy emiatt, de a srácok baromira hajtottak, megérdemelt 1-0. Tehát vagy ennyire bejött a hadtörténeti múzeum, erre nem is gondoltunk. Igen, hát, az is lehet. A szövetségi kapitány egy zseni, érted? Illetve többen írták, hogy az egy-két kapura menő lövést a Fülöp Marci tolta a léc fölé, úgyhogy szerintem ez is egyébként nagyon sokat számított. Tehát olyan lelkiállapotban mentek fel a gyepre, hogy nagyon-nagyon sok irányból kaptak nyomást, illetve nagyon-nagyon sok felé bizonyítani akartak, és ez most meglátszódott a végeredményben is. Ennyi nekünk is jutott, hogy kicsit kapufa, szerencsénk van,
baromi jó volt a Király Gabi, tényleg az első negyed órában erről beszéltünk arra reggel, ez most megérdemelt volt, és most gratulálni kell nekik. Tehát ez egy szép. És kevesen számítottak rá, de ez egy nagyon szép. A bíró is próbaidős volt. Igen, csak hát még nem vagyunk kint, tehát ennek van egy visszavágója. Bizonyán ezért... most vasárnap 24-20-ra 45-től a Grupama Arénában. Csáko Máko, minden rendben, jó az irány. Nem, egy nyugdíjas próbálta lehepiacra eljutni János, és majdnem elütötte emiatt. Tényleg nem kötözködni akarok, na, de én így reggel óta így megyek itt, jövök, nézelődök, és hát gyakorlatilag reggel 6 óta egy férfi képét látom a monitoronon, kedves Balázs. Bocsánat, hogy itt pont a feleséged előtt akarlak. Nem baj, ő tudatitkos vágyaimról, úgyhogy ez nem így van. Ő az egyetlen, akire rábólított. Merette bábul egy hapsi képét reggel óta. Az a baj, hogy mondhatnám, hogy ki ő. Mondhatnám, hogy milyen nagy név érkezett hazánkba, de... Tessék, valószínű... ő fel is ismeri, ő Hennessy. Ja, várjál. Ja, Hennessy. Hennessy úr! Mondhatnám, hogy... ki jött ma el hozzánk, de az a baj, hogy mivel nem szeretitek a teniszt, nem tudjátok, na, hogy... Jaj, de névük a hülye, hogy belekérdezek, tenisz, de hülye ne, vagyok. Ne, most tényleg hagyjuk a múltat. Olyan sok dologról beszélünk, amiről csak te akarsz. Na, ki ő? Kérlek szépen, egy olyan ember érkezett ma hozzánk, illetve már nem is... Én vagyok dedikálva. Jó. De rohadékok vagytok. Ha már rákérdeztetek, elmondom, hogy megérkezett hozzánk Craig O'Shaughnessy. Nem tudjátok, hogy ki. Várjál, állj meg. Én gyerekek, baj, amikor kimondja a nevét, akkor így hördüljünk már. Jó, mondom még egyszer. Tényleg ő az, figyelj, na. Craig O'Shaughnessy. Azta neki! De jó. Most told le a gatyát, Feri. Arra szerintem... Nagyobb döbbenet lesz. Shaughnessy. Shaughnessy, igen. A világvezető tenisz stratégia szakértője egyébként. Óriási. Igen, aki? Együtt dolgozik most Londonban, mert hogy indul az ATP világbajnokság. Kivel? Roger Federerrel. A csábó egy zseni egyébként, és ma lesz egy előadása a Dunakeszi teniszklubban, és hát el kell, hogy menjek, egy 3 órás előadás lesz. A csávó nem csinál más, vagy a pasi, inkább így mondom, egy dolgozott a mester. Rengeteg emberrel, szakkommentátor, saját oldal van, tehát tényleg... De várja, mit mondtál? Rengeteg emberrel? Na, jó, na mindegy. Na, nektek erről nem lehet. Nem és lehet három többet órán mondani. Keresztül fogja ott kapálni a harta. Nem, ő azt csinálja, hogy ő statisztikákat csinál, és ugye a teniszben, ha látsz egy teniszmeccset, akkor a pontok véletlenszerűnek tűnnek, és azt gondolod, hogy oda ütötte, biztos nem oda akarta, de oda esett. És a Pali egyébként rájött arra, hogy nyilván lehet ezt a sportágat is elemezni, mint minden más sportágat, és egy megismételhető minták alapján zajlik minden meccs. És a legnagyobb világsztárokkal dolgozik együtt, ugyanis statisztikák alapján ő egészen pontosan megmondja a játékosoknak, hogyha ideütött, keresztetűt, ezt csinálod, azt csinálod, akkor egészen biztos, hogy le tudod győzni az ellenfelet. Fölépít különböző stratégiákat, és az elmúlt 20 év összes meccsét folyamatosan elemzi, és hát a legnagyobb sztárokkal dolgozik, mondom, Londonban most Federerrel. És ő jön már Magyarországra. Ott lesztek ti is? Természetesen ott. Hogyne lennénk már ott. Tehát egy nyerési százalékot eredmény az ő elemzése, és megmondja a nagyoknak, hogy kell játszani, hogy nyerjen. Brutálisan jó a csávó. Soha nem volt még Európában, most először jön ide, és itt lesz egy előadás. És fogadásokból él akkor? Nem. Akkor meg tudja mondani, hogy mi lesz annak a meccsnek a végeredménye. Hát nagy százalékban tud erről, igen. És lesz egy 3 napos előadás Dunakeszin, és ennek megyek majd egy ilyen nyilvános előadására, és azért nézegetem a képét. Ugye? Jók vagytok. Várjál, Feri, van még egy közérdekű információ. Itt úgy láttam, hogy ebben a Turkálóban 70%-os leértékelés. Jó, az a tenisz stratégiáról órákat tudnék nektek, de nem akarlak benneteket untatni. Köszönjük. Úgyhogy ő a... Nagyon szépen köszönjük. Képzeld el, úgyhogy ő a csávó. Ő a csávó, akinek a képét nagy áhítatta. Találkoztok? Tessék? Találkoztok este? Hát ott leszek, meghallgatom, hogy mit mond, persze. Hívd már meg valóban egy jó csalamát és hombira. Hova tűntél el, Feri? Itt vagyunk, mert meg akarunk kérdezni, életke, hogy téged ez a Shaquin O'Neal, vagy hogy hívek ezt a csávót, akit az előbb beszélt a Balázs, fölizgatott? Kicsoda. Ugye? Csak mondom, hogy Craig O'Shaughnessynek hívják. Craig O'Shaughnessy. Hát most hallok róla először. Vagyunk így ezzel még páram. Nem baj. Ezt teniszt bírod? Hát ritkán nézek teniszt, de nem nagyon értek. Milyen sportot szeretsz? Futásokat, kézilabdákat, úszásokat. Amikor unatkozok, ilyeneket meg szoktam nézni, de inkább a zenéért, meg a ti műsorotokért rajongok. A szórakozás és a zene. Édes vagy. Látod, a szórakozás de meg jó, a zene. Helyes vagy. Látod. Hát mindegy, nem olyan bocsánatos bűn, hogy most hallottál az úriemberről.
Először Balázs baj az, hogy nem utoljára szerintem. Nem, ha már többet róla nem beszélek, mert rohadékok vagytok. Na, tényleg ennyit a teniszről. Viszont nem tudom, hallottátok-e, hogy a Facebook kitalálta közösségi nyomás hatására, hogy változtat eddigi szabályán, és dobja a valódi neve kötelező használatát, ami azt jelenti, hogy nem sokára becerevekkel is fent lehet lenni a Facebookon. Ez nem is annyira baj egyébként, csak ami fontos ebben, vagy ami érdekes, hogy az új szabályzat szerint meg kell majd magyaráznod, hogy neked miért az a beceneved. Tehát el kell mondanod a Facebooknak, ha azt akarod, hogy beceneveli szerepelhessél a Facebookon, hogy miért az lett a te beceneved, miért hívnak így, ki adta de neked. Ki a Mark Zuckerberg fog írni egy levelet, hogy neked meg kell magyaráznod, hogy én, tehát, hogy én például... Nem, hát ez a Facebook hivatalos polícia, hogy ha majd bevezetik azt, hogy te becenevekkel szerepelhetsz a Facebookon, akkor meg kell indokolnod, hogy miért kaptad azt a beceneved, miért az lett a beceneved, ez az új szabályzat. Hát, de végül is ez egy-két szó is lehet. Én nekem van egy-két bölcsész ismerősnek is simán be fog írni, hogy anyádért. És aztán nyom egy enter. Tehát, hogy ez ezt ők le is csekkolják? Tehát, nem tudják lecsekkolni nyilván, hát az nincs semmilyen hivatalos okiratban. Ha nem elég meggyőző a magyarázat, akkor nem fogadják el? Az előfordulat, igen, hogyha nem tetszik a magyarázat, akkor nem fogadják el. Minden esetre eddig ugye becenével nem lehetett föllépni, tehát valódi neveket kellett megadni a Facebook. Én meg nem Facebookozom, nem tudom. De állítólag ez a lényege ennek a történetnek. Én, csak amikor becenél. Életem egy bizonyos időszakában, nagyon-nagyon régen, amikor igen. Például a kamu Facebook oldalakat gyártottam saját magamnak, akkor általában... Nyilván erről lejöttél már, igen. Természetesen ez már mostanában nem így van, hiszen persze. Időnként azért válaszolok az engem ért kritikákra. Tudom, hogy akkor... négy alnével, négy nicknémmel, hat oldalon vagy fent. Nagyon gyorsan kitiltatom magam minden oldalról, de... Akkor általában valamilyen színésznek, pontosabban nem is a színésznek, hanem az általam megformált karakternek a nevét használtam. És ezt engedte? Igen, simán átcsúszott. Igen. Minden további nélkül. Ránézésre meg, hol vagy Feri? Itt vagyok, közé. Ránézésre meg lehet mondani valakinek, hogy mi a Bece neve, szerinted? Tehát hát így, én most már ugye tegnap előtt óta bokorarc vagyok. Sövényszájú bokorarc, hogy azt például arra nem is kell nagyon magyarázni. Tehát azt mondja, nézd meg a képem, és akkor átengednek. De hogyha valakire ránézek, és ki kéne találjam, hogy mi az ő beceneve? Nem, arra gondolok, hogyha például a hallgató ránéz itt most egy másik hallgatóra, ki találhatja ezt, hogy mi a beceneve? Kivek van beceneve, drága hallgató? Ki az, akit valahogy becéznek, hívnak? A párja hívja, tehát ez nem feltétlen az kell, hogy te ilyen oldalakon legyél föl a becenével, vagy hanem ahogy téged mondjuk hívnak otthon, vagy hogy a szerelmed szólongat. Neked nem... van beceneved? Ne áruld el, ne áruld el. Na, keressünk egy másik hallgatót, csak ránézésre meg lehet mondani, egyébként egy szemüveges, rövidhajú, fiatal srác, nagyon mosolygós, és nagyon... Te mondd meg neki, hogy mi a beceneve. Kis fickó. Kis fickó. Nem ez, várjál, nem. Újabb tipp. Annyira nem is kicsi. Mit mondasz rá? Szemcsi. Szemcsi, ez sem, nem? Mert hogy szemüveges, ugye? A fiatalember szemüveges. Szerinted? Itt vagy? Itt vagyok. Igen. Na, mi lehet a becenevem? Milyen neve lehet. Hát nem van az embernek ki a becenevet? A szerelme, nem? Tehát a párja valószínű, vagy saját magának? Hát, vagy a barátok, osztálytársak. Vagy osztálytársak, igen. Eminens vagy, jó tanuló vagy? Jó tanuló. Aha, akkor kis köcsök. Mondja a másik, mondja a másik, a fő eminens. Az örökvörös diplomája. Azért tudom, én ezt használtam évekig. Igen, így van. Feri kijött az osztályteremből, megint egy ötös alá, nem figyeltem eléggé. Ferinek az iskola büszkesége oklevelére mindig csak a dátumot írták át. Hát minden, egy én ízét kaptam örökös. Feri sírva ment, az abban megint nagyon megvernek. Okoska strébe. Na, mi a becenevel? Világvándor. Világvándor! Hát ezt gondoltad volna? De mire a szomszéd faluig eljutottál? Vagy hova? Hova még? Nem, hát Bécs meg csomó indok miatt. Luma. Az ahogy miért? Bécs, Róma. Tehát a Bécs után a világvándor becenevet adni azért az egy pit barokkos túlzás. Jó, hol voltál? Nem voltak ott. Bécsben, világvándor. Bécsben... Pesten, mivel Solymári vagyok, és onnan jöttem. Azért Solymáról bejönni Pestre. Solymár, azért. 3 óra. Így van, a dugó miatt. Ja. Nem mondod, hogy ma reggel 3 órát jöttél Solymáról? Hát nem ma, de volt olyan. Ja jó, hát persze, valaha nem jár a kombinó, akkor 3-4 óra alatt érsz a nyugatiról az oktogoni, ha a legkes sétálód pókjárásban. Hogy felpattantam már, amikor meghallottam Solymár nevét? Minek örültél ennyire? Solymár határában is van egy nagyon szép vára, csak a Szalka vár. Jézus Isten, Atyaisten elkezdi. Akkor húgunk majd erre is. Csajok, kinek van beceneve? Csajoknak nézzük meg, hogy mi a beceneve. Így van, megyek, jó? Várja, nézzük meg van. Egy-két női becenevet, mert keressük meg Torkoskát. Megvan, itt van ő az, ne na, árulj ha el. Nem a torta, nem a kolbász, akkor a torkozás. Hogy hívnak, hello? A rendes nevedet keresztnevet csak. Sára, kicsit izgul. Figyeljetek, egyébként a Facebooknak hogy fogom megindokolni, tényleg? Tehát hogy indoklod meg, ha nincs valód indokod arra, hogy téged miért hívnak így? Mit tudsz mondani? Most csak.
Vagy hogyha vagy a Feri mondjuk nem a saját nevén, hanem mondjuk Vágó 2 István, néz rám. Most. Úgy érzed? Van benne egy biztos. Tényleg? Igen. Akkor nem jó felé megyünk. Na, igen? Na, mi a becenevet? Nem tudjuk a becenevét. Nem tudjuk, mi nincsen? De van, megkérdezzem. Mi persze, jó, mi a beceneve? Párom hív, úgyhogy édes. Édes, cuki. Édes, jó. Van-e, akinek ennél egyel... Én ezt szeretem, ez cuki. Jó, az édes. Édesem, az aranyos. Az jó egyébként. Neked mi? Muszáj megszólalnom. Engem a párom... Hogy hív? Hogy hív? Nem én vagyok a párod. Egy-kettő nem élek veletek. Nem. Hogy hív a párod? Tudom. Hogy Lajos. Hív a párod? Anyuci. Anyuci. Hogy hív a párod? Lajos. Igen, és egy ilyen Lajos, hát Anyuci. Anyuci. Igen. Hát ezt sokan csinálják, hogy ugye anyu, apu... Nem, azt mindig hazamegyek. Apácska, anyácska, anyucika. Ugye? Na, tehát akkor lehetsz anyu, anyuci. Lehetek, igen. Én voltam egy társaságban, két és tényleg is anyucinak, és leanyuciztak, igen. És azt mondja, gyere Lajos, ma Lajos leszel. Gyere apucihoz, anyuci. És sötét szobában voltam bezárva, és mindenki Lajosnak hívott. Nem, egy ilyen kis vacsorán voltam az egyik társaságnál, teljesen mindegy is, hogy hol, és ott a leányzó... úgy hívta a fiút, az ő pasiát, vőlegényét, szerelmét, és egy fél óra után, 3-4 óra után is még mindig azt találgattam, hogy jól hallom-e, mert nem tudtam pontosan, hogy pöcske, pöcike. és a negyedik pöcske ad már oda azt az üvegbortra, kezdtem el vizionálni, hogy ő valószínűleg pöcskének hívja. Igen. És azt mondja, hogy pöcske. És így, és jött pöcske, és hozta a bort. De hogy ez így fél óráig fel se tűnt, és amikor ötödszörre hallott, hogy pöcske így, pöcske úgy, akkor kezdtem realizálni. Nem kemmertem megkérdezni, hogy figyelj, miért lettél pöcs. Uh-huh. Tehát, hogy és miért kicsítenek téged. Így hívta a lány a fiú párját. És én először azt hittem, hogy rosszul hallok. Vagy harakudtak egymásra, vagy veszekedés miatt van. De aztán kiderült, hogy nem. Tehát ez a beceneve. Nem néztem kedves utána. Kedveskedő egyébként. Nagyon aranyos. Nem néztem ugye? Utána. Na, kedves pár lehet. Pöcske és Luki. Nem néztem utána, hogy ez miért lehet. Az ember így nem tudom. Aztán pöcsinek gondoltam. Tehát, hogy itt sok felé. Mert ilyen bensőséges becenevek biztos, hogy nagyon sok párkapcsolatban vannak, amiket csak egymás füle hallatára használnak. Igen? Szerintem igen. Tehát neked is van olyan, amit nem mondasz máshol, vagy nem mondasz máskor? Hát igen, mert fura lenne. Jújúj. Tehát igen. Intim beceneve. Hát ti is állna becézgetitek egymást. De azt csak közben nyomjátok, ugye? Tehát ez az intim becenév nálatok, az csak akkor van, amikor. Igen, mindenketten áradzban vagytok. Na ki áll még fellett, Feri, keresünk még beceneveket. Kit hogy hívnak, szólaltos meg valaki. Kicsit, ha túl tudunk lépni az édesen meg az anyucinak, akkor boldog vagyok. Na, hogy hívnak? Engem az apámnak akkoriban Luizának szólítottak, de most már Cicusnak. Luiza. Ez a Luiza is egy ilyen generációs becenév volt, hogy Luiza. Sok apa itt hívta a lányát, hogy Luiza. Most. Hello! Hello! De nekem két érdekes becenevem van. Na. Az egyik az, hogy Béka. Az én feleségem, Feri a Béka. Hello. Igen, Feri Diva. Hogy lettél? Miért lettél Béka? Azért, mert hogy B meg K a két nevem, és akkor így mindig, amikor gyorsan mondják a két kezdőbetűt, akkor mindig Békának ezt mondják. Ezt megnézem majd a Zuckerberék, ahogy elemzik ott kint, nem? Hogy B meg K az Béka, próbálják át konvertálni angolra, tehát azért ezzel lesz bajuk. Igen. Magyarázd meg, hogy miért Béka beceneved. Ezt nem? Tetszik, illetve kíváncsi lennék rá, hogy mivel egészítik a B meg a K betűt akkor, hogyha mérges rád. És mi a másik? A másik meg az, hogy reklám. Reklám? Igen. Ez a becenevet, hogy reklám? A barátnőim szokták mondani, mert mindig, amikor mesélek valami érdekes történetet, hagyok egy ilyen nagy reklámszünetet, és akkor ők felhúzzák magukat, hogy nem folytatom a történetet. Jézusom, te is úgy mesélsz egy sztorit, hogy egy perces sztorit 10 percig mondasz el? Igen. A csajok ezt miért csinálják? Én azért, hogy érdekes legyen. Ezt észrevetitek, hogy a csajok tényleg így mesélnek történetet? Nem lesz attól érdekes. Vagy érdekes lesz attól, hogy nyújtod? Szerintem egy kicsit. Én a Vikin is észrevettem, hogy 4 perc a bevezető. Tehát és amikor mondtál, hogy mondd már, tudod, már csavarodsz, már ott vagy, már akarod, hogy elmondja a lényeget, és még mindig csak felvezeti. Na, de hogy azért mentem oda, mert akkor ott volt, igen, de hogy akkor utána tulajdonképpen és ott volt egy sárgaskoda, de a sárgaskoda nem volt lényeg, és akkor bementem oda. És nem fogod elhinni, akkor még ott mindig mentünk. És te pasiként ott állsz, és mondod, hogy igen, nagyon várod a folytatást. A csajok így mesélnek sztorit kicsit, ez egyébként jellemző. Igen. Na ki áll még melletted? Itt egy lány előtted nagyon riszálta a fejét, hogy nem, neki nincs beceneve. Hello, hogy hívna? Te riszáltad a fejet, képzeld el. Oh. Nincs beceneve? Kinga vagyok. Kinga? Régen az exem hívott Makinak. De aranyos kis Makicska. Te, ez jó, szeretted? De ezt azért kaptam, mert ha furán viselkedett, akkor azt mondtam rá, hogy te majom.
És én lettem erre a maki. Aha. Nem csodálom, hogy szakítottatok, tehát megértem, hogy azért az exed. Mennyi időt voltál vele? Több mint 3 évet. Megkönnyebbültél? Megkönnyebbültél, hogy vége van? Picit. Igen? Igen. És most mit csinál? Hol van? Tartjátok a kapcsolatot? Nem. Telefonszámot, zárat cseréltél, mindent. Hm? Én nem, ő letiltott. Igen? Ennyire csúnya vége lett? Hát, szerinte, akkor biztos. Ah, igen, az csúnya. Makival te se akarnál kapcsolatot utána, nem? Ezt kikérem magamnak. És van új hapsi? Most nincs. Keresed az igazit, nagyon helyes. Makink van, aki szabad. Szünet van most, nincs pasi? Nincs. Hát, meg mikor szakítottatok? Hát, az... Tegnap. Nem. Az már nagyjából 1,5 éve volt. 1,5 éve. Hát akkor most ez egy hosszabb szünet. Egy pár hónapja van most szünet. Azóta nem voltam majommal. Nem voltam majommal. Majommal, igen. Jól van. Nézzük gyorsan egy-két SMS. Zuckerberg úgy lesz fent, hogy édes. Ez Peti kérdezte nekünk, tőlünk. Köszönjük szépen. Fitos Katalin vagyok, becenevem Fika. Ne, ezen változtassatok nagyon gyorsan. Azért, amikor ezt megpróbálod megindokolni, nem? De a barátaimnak csak Fika. Igen, barátaim. Ti hogy becézitek egymást? Hát így különösebb egyszerűen nincs. Cica, szoktam szólítani. Cica, és te? Macko. Cica, ez cuki. Becenevek azok, cuki. Jó van, drága hallgatók, küldjetek el nekünk, jó, hogy ki hogyan próbálna meg cukembernek megindokolni, hogy miért az egészen pontosan a beceneve, mert állítólagosan erre nem sokára szükség lesz. Mi játszunk itt a helyszínen, még van egy kockajátékunk, amit ugye nem játszottunk el, amikor is ki kell bennünket, vagy ja, pedig ja. Egy modellt rakni. Hát nem minket, mert titeket és belőlem 16%-ot. Jó, hát téged kicsit lehajtak, igen. Úgyhogy ezzel jövünk, illetve mutatjuk majd a hármasugrás beugrót, és nem sokára sorsolunk, úgyhogy aki még nem szelfizett valamelyik modellel, és nem adta oda a hostess lányoknak, tegye meg, már nem sok idő van. Nem sokára kihúzzuk azt az embert, aki lehetőséget kap arra, hogy megnyeri az autót. Ez tényleg már csak néhány perc, úgyhogy várjatok. És jó? Nem szabad elfelejteni, hogy lesz 2 kis koncertünk is, a Super Stereo és Vastag Csaba jó voltából. Super Stereo 9-kor, Vastag Csabi pedig 10 órakor érkezik majd a Morning Show színpadára, hogy énekeljen nektek. Úgyhogy ezzel folytatjuk mindjárt a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Győzi Roadshow, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! 3:49 lesz. Pontosan 1 perc van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát jó sokan vagyunk, te jó Isten, mennyien itt a Budapesten, az utolsó helyszínünkön, a West End bejáratánál, ha valaki esetleg még nem tudná. Néhány másodperc, lehet a másodperc az talán elős, néhány perc van még, hogy ide érjetek. Mert hogy nem sokára kihúzzuk az utolsó potenciális nyertesünket, aki ugye lehetőséget kap arra, hogy kipróbálja, hogy vajon az ő kulcsa nyitja-e azt a kis szép Suzuki Vitarát, ami egyébként ott áll a stúdió jobb oldalán, nekünk jobb oldalán, nekünk bal oldalon. Így van, őt lehet elvinni szalomból 0 kilométerrel, beleszimatolni. És óra múlva ez már valakié lesz. Legyünk nem? Már őszinték egymáshoz ennyi év után. Ki az, aki csak a sorsolásra jött? De tényleg őszintén. Ott van, nézd meg! De nézd meg, hogy sokkal kevesebben vannak, tök mint korrekt. Akik egyébként a sorsolás, és miattunk jöttek. Ki az, aki nem tudja most, hogy hol van, csak jött és megnézi, hogy mi ez a nagy tömeg? Vannak néhányan, ők is jelentkeztek. Megálltunk, itt melegebb van, érted? Lehet nyerni valamit, te soha, hát sose lehet tudni, hát szelfizzünk egyet, hát kik az akkor? Nézd azt a bokor arcot, hogy néz az a kis nagy? Nézd azt a nagy fejűt a napszemeg, mi jó a rajta a napszemeg, nem is süt a napköcsön. Igen. Na. Nézd már meg, hogy gyereket küldték el bevásárolni. János gyerekek ilyen szatyrokkal jön, megy, én komolyan mondom, elképesztő, hogy mit csöncsel szépen. Figyelj, nagy... Torta, csoki, sütemény. Igen, kimegyek, és akkor az elsősorban végigkérdezgetek, hogy a 4 csillagért, mit hoznátok? Aha, jó, 2 kiló, kenyeret, egy liter. Na, de mit kaptál? Fogadjuk, hogy süti van benne. Figyeljetek, azt mondja, igen. Hát azért annyira nem nyúlok akkor mellé. Érzésem szerint azt mondja, hogy jó kis meggyes pitét kaptunk egy tálcán. De nagyon drágák szépen köszönjük vagytok. Annak, aki hozta, illetve egy nagyon kedves hölgytől kaptunk még egy tasak más jellegű ajándékot is. Mi az, hogy egy tasak más jellegű? Potenciál növelő, nem érdekel. Ja jó, nekem arra nincs. Tudod, a lett most még. Igen. Most még, Feri. Nem baj az. Bár most leszoktál a dohányzásról, bringázzal, most újra fickósodni fogsz. Bizony, meg hát ne felejtsük el, hogy nem kellemes kis segédeszköz nevet az állán, növeszt most az állán a Feri. Mit segédeszköz? Mi? A szakál? Az nekem attól mélál föl jobban. Kérdezd meg a nejed, és nem nekem. De nem nekem mélál föl jobban a szakállattól. Hát, hogy simogatod. Ja, ez tényleg tudatos? Most azért tényleg tudatos? Meddig növeszted? Eddig. Komolyan? Aha.
Kicsit tényleg vágósodik egyébként, nem? Tehát eddig. A Pistának volt ilyen szakálla, legyen ön is milliós. Picit igen, de durvább anyagban. Volt, hogy neki kivott borotváva itt két oldalt, ugye? Tehát neki ez csak ez a tipikus álszakál. Én ezt most növesztem, mert van, aki veszít szőrzetet ebben az évben. Pista szakállam mindig az volt, hogy együtt forgatunk, és mindig láttam, hogy mit ebédelt. Hát tehát az nagy baj. Igen. Igen. Szóval van, aki veszít szőrzetet ebben az évben, van, aki nyer. Ú, de rettegek, hallod? Én olyan hülye vagyok, hogy ilyeneket ajánlok föl komolyan. És tényleg az. Hortom egy húsos balacsit, akkor nem megyek. Szemét vagy. Na jól van, mondom, hogy szemét vagy, és én vetettem. Igen, köszönöm gyerekek, a labdát. Igen, nagyon szívesen. 9 órakor Super Stereo koncertünk van, csak mondom. Csak nektek, nem csak akárki, nektek, csak itt. Érted, a Super Stereo. És aztán 10 órakor Vastag Csabi koncert. Na, kik a játékosaink, mert hogy kockás játékunk következik. Sziasztok. Hello. Sziasztok. Eszter vagyok, én pedig anyukám. Márti. Eszter. Eszter, van Bece neved? Bece neves témánk nincsen. Van. Nincsen. Semmi? Nem szeretem. Nem szereted Eszter. A Bece. Eszter az Eszter. Pasid van? Nincsen. Volt már? Persze. És ő Bécézett, vagy ő is azt mondta, hogy szigorúan Eszter? Nem, szigorúan Eszter. Még egy Eszti se? Azt végképp nem. Bocsánat, ne haragudj. Igen, vannak nevek, akik, vagy emberek, akiknek bizonyos módon hívnak Eszter, és nem szedik. Kata, Kati például, Katák utálják a Katit, vagy éppen pont fordítva. Zsuzsa, Zsuzsi, ugye nem mindegy, hogy Zsuzsának mit mondasz? Zsuzsit mondasz, vagy Zsuzsát mondasz? Mert ugyanúgy hívják, de mégis utálják. Én is utálom a Basit, a Jani is utálja a Janikát, nem? Én azért tartom csak furának, mert az édesanyám meg az édesapám hívott csak Janikának, és meg oda jön hozzám valaki, és azt mondja nekem, hogy Janika, akkor megdörgölöm a szemem, de nem emlékeztem. Mert ugyanolyan szeretet van bennük, mint az apukádban, meg az anyukádban. Nem, csak én kézmelegítő csillagokat szeretném. Másik játékosainkat ott hívják, hello! Sziasztok, Kata vagyok. Kata, szia! Edith, sziasztok. Szia. Gyerekek, én egy nevet nem tudok megjegyezni, nem volt négyet. Kata Edith, jó, majd mindig. Mert megjegyezed. Mondjad? Az én becenevemet megjegyezed. Mi a becenevet? Bunyóka. Bunyóka? Tényleg? Valakivel konfrontálod és lerendezed? Régen, igen. Komolyan, verekedős voltál? De jó. Én bírom a csajbunyót. Nőt is, hapsit is, ugye? Ütöttél. Csak az öcsémet. Hány öcséd van? 2. Akkor megértem. De most már nem. Most már nem. Na, visszaütnek. Igen. Most már túl nagyok. Na, ki kezdi a kockás játékot? Ó, itt látom, Eszteréknek már nagy egyezkedés van. Ugye a lényeg, négy mi kockás... Mi készültünk. Készültetek? Persze. Már mit csinálj, gyakoroltatok otthon? Még kockák is van. Ja, hogy elhoztátok a különböző autótípusokat, hogy hogy néznek. Ravasz, nem kizárók. Nagyon azt mondták, hogy lehet használni mindent. Lehet, mindent lehet. Ha bennünket raktok ki, és felhívnám a figyelmeteket arra, hogy akár bennünket is ki lehet rakni, igen, természetesen... Igen, akkor engem vihettek el. Nem, mi autót szeretnénk. Nagyon helyes, csak mondom, mi hogy... Mi értéket szeretnénk, azt mondja. Igen, úgy is mondhatjuk. Csak akkor meg tudnánk mutatni, hogy János, hogy hagytuk le erről a kis kockás játékról. Valószínűleg tényleg az lehetett, amit János mond, hogy 8x50, 9-kor volt a leadás. Leadás, jó lesz az, úgy zárjuk le, és János... Zár a nyomda, siessé már! És János lemaradt, úgyhogy... Mit tökössz a Photoshop-ban? Érdemes egyébként, érdemes bennünket kirakni, de azt raktok ki, akit akartok. Mehetünk? Mária, nem teszed le ezt a táskát? Csak mondom, ide tegyük, hogy nehogy ellopja. Valaki nézzétek át addig. Így van. Vegyétek el az értékeket, pénztárcát, mindent. Kéne egy. Melyiket rakjátok? Stopper. Telepjárót. A terepjárót. Az Ámbó család igen. Autóját. Jó. Jimny. Oké. Okay. Na. Jimny-t nem is raktak még a héten szerintem. Mi a kérdés? Mennyi időnk van rá? Hát rövidebben kell, mint a másik páros. Ennyi a játék. Pedig ez a legegyszerűbb kiratni. Nézzétek, meglátjuk. Nézzétek a nagyon népszerű, nagyon híres és méltán nagyon népszerű és nagyon ügyes Gyertek át Szombateste című műsort. Igen, néha. Ha épp van rá idő. Hát mindig akarja nézni, csak dolgozik szombatonként. Nem ez a legfontosabb. Na jó. Azért kapjuk rendesen. Jó, nektek úgy kell kirakni a négy kockát, hogy egyet elveszünk, jó? Tehát jó. Három. Odavajszoljuk a negyedik részt. Mi a legfontosabb? Ha nem ez mi, mondj nekem valamit, ami fontosabb. Mondjuk elmenni egyet futni. Este 3-4-10-kor. Fussál sötétben. Ideg van, sötét van, nehogy bajod legyen. Olyankor van időm. Helyes, fussatok. Jól van. Mama is fut? Nem, én úszom. Milyen sportos család? Tényleg? Igen, komolyan. Mennyit úszol? Egy órát hetente kétszer. Végén már úgy szednek, hogy zár az úszoda, szedjétek ki. Nem, én nyitásra megyek. Tényleg? Reggel 5-6 körül? 6-kor nyit, úgyhogy előtte nem. Csak 6-tól. Csapsz egy órát és utána mész dolgozni? Igen. És mibe úszol? Milyen úszás nem be? Mibe úszol? Mesztelenül, Balázs, köntösbe. Nem, mert sajnos nem magánúszodám van, úgyhogy tömegszállásos. Milyen úszás nemet válaszol? Erre akarom. Hátúszás és mellúszás. Az klassz. Jól van. Mehetünk? Na. Indítsuk az órát. 3-2-1, tessék.
Mehet. Na, Eszterék elkezdték a kirakást. Uh-huh. Hát, van sebesség, pörzsölödik a széle rendesen. Látszik, hogy nem tévéznek, ugye? Hát, nem annyira rutinosak. Nem megvagyunk, Feri? Megvagyunk! Megvagyunk! Jézusom! Azért az erős volt. Kész. Hogy raktátok ki ezt ilyen gyorsan? Hát gyerekek, ilyen idő nem is volt a héten tán, már ennyire jó. El tudtad egyetlen ennyi időt? Hát azért el, 11.40, 11 másodperc. És az a durva, hogy a karosszéria is a helyén van. Tehát tényleg nem úgy néz ki, mint családban a Total Car Suzuki. Apukám autószalonban dolgozik. Hát ezért! Hát ezért tudtátok ezt ilyen jól. 11 másodperc, hogy mondjuk a másik csapatban. Ez a biztos. Kemény. Ti mit raktok? Másik csapatunk mit raktok? Sincs. X-Cross. S-Cross. S. Aha. Mit mondtak tegnap a Vitarára? Az mi volt tegnap a Vitarára? Mit mondott? A volt egy Viagrával, bármivel. Nem baj. Nem kell, nem kell tudni a nevét, nincs ezzel baj. Az lényeg, hogy tudjátok, hogy mit akartok képileg megjeleníteni. Autó. Ez a lényeg. Melyikünket verednek, ha nem nyertek? Mindegyiket. Oké. Okay. Figyeljetek, 11 másodperc gyorsnak kell lenni. Jó? Picit gyertek elrébb, hogy legyen itt. Ha a neve nem is megy annyira az autó, tudjátok, hogy néz ki? Négy kereke van. Nagyon jó. Hát így jó nyomon jársz. Menjetek, ígyatok valami, egy óra múlva még itt fogják rakni a négy kockát, úgyhogy nyugodtan még egy forró kávét valahol. Rakjatok inkább bennünket, az egyszerűbb. Jó. Rakjatok minket, az egyszerűbb. Jó? Mert nem fog menni, de vagy akit akartok. Itt vagyunk. Jó. Segítek, ott vagyunk. Így indul. Így van. Már mutatom most János, ennél... hogy már hiányzik belőle egy része. Igen, ennél több nincs is meg. Még a fülét akarták lecsípni. Mondtak a promóciós kislányok, legalább a fejét rak rá már. Na, indítjuk az órát. 3-2-1, tessék! És végül megmondták, hogy mit raknak? Bennünk. Vagy az egyikük az autót, a másikuk minket raknak ki. Nagyon jó. Gyerekek, meg kéne tekerni. Nagyon jó. Megvan! Tedd oda! Nem áll! Jézus! Mennyi az idő? 8 másodperc, meg 8 egy kicsit. 8 másodperc! Hát... Tapsoljuk meg a nyertes már, gyerekek! Tapsoljuk meg őket! Abe, tárját neki! Figyeljetek, egy nagyon-nagyon nemes ellenfelet győztetek le. Tehát ez most a legek legje volt. Legyünk őszintén, kicsit úgy voltunk velük, mint a magyar válogatott, ha nem hittünk bennük, nem, ugye? Tehát, nem. Hogy itt álltak csendben, szerényen, a kezdőkörben. Igen, nem hittünk bennük. Tegnap a fociban nem hittünk, ma bennük nem hittünk, és ennek ellenére hát olyanok voltatok tényleg, mint a nemzeti 11, rácáfoltatok mindenféle előítéletre, úgyhogy egy hétvégi tesztvezetés. Jó? És milyen autóval mennétek? Melyikkel? Egy S63 AMG-vel. Fehérrel. Az S-Cross lesz. Jó. Az S-Cross. Vigyétek el, egy hosszú tesztvezetést nyertetek, beosztjátok majd. Jó? Én 10 éve van jogsim, és még soha nem vezettem. Jézus Isten! Itt áll a szponzor, hát cég vezető úr, kicsit így megbicsaklott, nem olyan. Egy felüvöltőt tudod. Igen, egy bukócsövet dobjanak föl. 10 éve a jogsít, és nem vezettél még soha. Senki nem mert odaadni az autót. Akkor egy gajtörő rácsot is. Atya úristen, a családban... Neked van jogsít? Van, és ugyanez a szituáció. Jézus már. De autó egyébként van a családban? Van. És ki vezet? Hát mindenki, csak én nem. De hogy magadban nem bízol, vagy a család nem bízik benned? A család. A család nem. Tehát te vezetnél, csak a család mindig elhességet. Basszus, ez nagy kör lesz. Veletek akarok menni. Hogyha van izofix a gyerekülésemnek, akkor megyek veletek hátra. Ránézzük a szponzorra. Hát ráncolják a szemüldöküket. Volt egy ilyen nagyon magabiztos, oké, vigyétek, tudod. Igen, és közben mondod, hogy nekem annyi, ezzel nem fogok tudni elszámolni. Jó, vigyázzatok rá, jó? Érezzétek jól magatok, de próbáljátok ki. Kimész egy lakatlan helyre, és akkor ott valahol kipróbálod. A családi autóval azért menj egy-két kört előtte, jó? Mielőtt ezt elviszitek. Oké. De ha jó, nagyon nem megy, ott a barátnőd, aki szintén nem vezetett soha, úgyhogy meg tudjátok oldani. Hát mindegy. Figyeljetek, ez egy is jár azért az ajándékcsomag, jó, mert nagyon ügyesek voltatok, ezt átadjuk, ti pedig oda gyorsan. Ezek a hétvégi vezetések amúgy is egyfajta menetpróbák, vagy menettesztek, nem? Hát most legfeljebb az 5 csillagot is majd a töréstesztnek az eredményét is fogják tudni. Ez meleg 10 éve vagyok, és egyszer nem vezetett. Az de hát mikor máskor, ha nem egy nyeremény hétvégén, nem? Hát így kell ezt elkezdeni, hát nincs vesztenivalód, nem? Csak hétfőn majd egy rokonnak odaadod, vidd vissza, létszi a szalomba, de már nem mész. Sajnos én most nem érek rá. Hol van a ponyva alatt? Hol van a tréleren, tudod? Na, 4 perc, pontosan 9 óra. Itt a Morning Show Class FM színpadán, ami drága, a Super Stereo zenekarunk, nagyon helyesek voltak, eljöttek, hogy énekeljenek nektek egy kicsit, úgyhogy nagyon-nagyon szeretgessétek meg őket. Jó, 10 óra után egyébként Vastag Csabi lesz majd a színpadon, és sorsoljuk az autót is, úgyhogy senki ne menjen sehova, mindjárt kiderül, hogy a pesti helyszínen ki lesz az a szerencsés nyertes, aki nagyon fog örülni, és a többiek nagyon fogják utálni, viszont nyerhet majd egy autót. Jó, úgyhogy ezzel folytatjuk a hírek után. Nem. Mutatunk egy játékot. Ja, de, nagyon jó vagy. Ha van kedved. De milyen jó, hogy itt van.
De ne, igazad van. Én megmutatnék egy ilyen beugrót. Ez a srác nem véletlenül az, aki. Hármasugrás beugró. Tök jó. Ez a beugró a hármasugráshoz. Szóljatok a szupersztárónak, vagy húzzátok ki őket egy pillanatra. Egy másodpercet kérünk még, drágák vagytok, csak elfelejtettem valamit. Egy másodpercet kérünk, visszaadod az adáshangot ide? Jó, köszönjük szépen. Egy másodperc, én elfelejtettem valamit, ne haragudjatok, drágák vagytok, mert ők közben elkezdték, de nem mutattuk meg a hármasugrás beugrót. Bocsánat, hát ennél gyilkosabb dolgot nem lehet tenni egy zenekarral. Mutatunk egy rövid részletet, figyeljen mindenki. Ő volt. Na, ezt kell kitalálni. Jó, megmutatjuk még egyszer. Nem nehéz, ez ma nem nehéz. Kettő darab dalrészletet, jó? Most már tényleg a Super Stereo a színpadon, közti srácok. Bocsánat, 3 perc, pontosan 9 óra. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show, Nagy Őszi Roadshow. A mikrofon mögött Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Bejárja az országot. Ez itt a Morning Show. 9 óra múlt pontosan 11 perccel. Kinek dobta ki a szemét? Jelentkezzen. De erőből küldte meg Jani az ajándékokat. Figyeljetek, így gyakorlatilag bent mindenki autósorsolási lázban ég. Egy embert nem érdekel ez az egész. Egy ember, aki gyakorlatilag tesz rá nagy ívben, áll kint, és dobálja a melegítő csillagot a népnek. Ő az, Jani! Elmondhatod, mit kell vele csinálni? Basszus, nem. Van benne egy ilyen kis, pici ilyen kis kapszula, ezt így megtöritek, akkor valamilyen, nem tudom, nagyon fura kémiai reakciónak köszönhetően, sose tudnék megmagyarázni, mert nagyon hülye voltam kémiából, megmelegszik ez a kis csillag, amit Jani kidobált, és akkor a kezeteket meg tudjátok melegíteni. Viszont nem egyszer használatos a dolog, ezt én sem tudtam, mert ha nagyon forró vízbe teszed, akkor visszaolvad, pontosan majd újra meg tudod csinálni. Egy 6 éves gyereknek egyébként kiváló szórakozás, a Benni tegnap a fürdőkádjában kiolvasztotta, szétdurantotta, kiolvasztotta, szétdurantotta, nagyon szerette. A Benni játékait egyébként a győri hallgatókon spóroltuk meg. Köszönjük szépen. Mi egyébként még nem próbáltuk ezt a melegítő csillagot, úgyhogy azt tanácsoljuk, hogy amikor először kipróbáljátok, akkor adjátok inkább oda valakinek, akit kevésbé fontosnak tartotok a családból, takarjátok el a szemeteket és fogjátok be a fületeket. Nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. Működik. Annyi, hogy kutyának nem szabad adni, mert kirágja, illetve nagyon kicsi gyereknek, mert benne a folyadék azért az nem teljesen életvitelszerű. Tehát ránézésre, ahogy ez végbe ment ez a kis folyamat, amit tegnap láttam, nem biztos, hogy jó. Nálunk Noel is ráment, de gyorsan elvettük tőle, nem túlságosan jó. Na, gyorsan egy-két közlekedési hír, aztán már sorsolunk, bírjátok még. Izgatottak vagytok? Nagyon? Igen. Nem vagytok izgatottak, vagy nem bírjátok, igen. Azt mondja, hogy Bali nem maradt 3 totál, de ilyen szíjegyed elfekvőben? Nem. Miért volt? Ezt nem tudtuk. Igen, itt, ugyanitt operabál diótörő jegyek eladó. Így van. És két kozmikus szós kulcs tartó. Azt mondja, hogy Bali a napba felkelő napsugarai már kezdik kiégetni a retinám. Kölcsön tudnád adni a napszemegedet? Üdv már. Egyébként megfejtettem, hogy azért nincs most meleg, mert egy kicsit befelhősödött, és ez nem kegyes az időjárás ma hozzánk. Lehetne szikrázó napsütés is, de egy pici felhő van az égen. Ennek ellenére már nincs annyira hideg. Mindig mondom, hogy ez te egyszerűen túl kvalifikált vagy ez a munkához. Hát felhősödött is, ezért nincsen meleg. Úgy, hogy van itt, hogy van itt, már nem jön innen több. Mi? M3-ason a 106-os kilométeri pihenőnél a segélyhívóhoz most rakják ki a trafipaxot, Budapest irányába haladó oldalon Iszkiri futár küldte nekünk. Aztán azt nézem, hogy mi az, ami még fontos. M3-os bevezető Újpalotánál elveszett, áll minden, aki tud, kerüljön, vigyázzatok, és rengeteg megfejtés a 3-as ugrásra. A sorsolás után azt is lejátszuk. Na de most! Kérdezem én, Ali Frézsert, a sorsolási bizottság elnökét. Minden rendben találtam. Hajrá! Mit csinál a Smokkencs? Smokkencs most a bal oldalára, a jobb oldalára forgatták valószínűleg az ápoló. Igen, brutálisan bevakadtételezett. Mert... Szegény Smokkencs. Smokkencs például miről kaphatta olyan a becenevét? Ugye az előző órában beszéltünk. Hát nyilván napi 4 doboz mezitlávas G-Tánc, és 3 doboz szimfónia az, amit Smokkencs így elpippangat. Tudod, nagyjából így tudom elképzelni. Van egy cigi, de azt füstös tarts meg köcsön. Kávé. Mondd ezt, hogy munkást már nem is lehet kapni. Munkást? Aha. De ő valószínűleg sodorja. Sodorja az ukrán cuccot. Igen. Na, sorsoljuk akkor ki azt a budapesti hallgatót, aki csatlakozhat a szerencsés potenciális autó tulajdonosokhoz, akik már nagyon izgatottak, ott áldogálnak egyébként a vitara előtt, és imádkoznak, hogy megfelelő számot húzzanak, mert minden számhoz ugye van egy kulcs, és valakinek a kulcsa majd nyitja az autót. Hú, hát reméljük, nem fogunk csalódni, de biztos lesz valaki olyan a tömegben, aki azt fogja mondani, hogy basszus, ezért jöttem el Nairobiból. Na, ő kap egy csomagot. Biztos, hogy nem hallgatlak benneteket ezek után. Rohadékok, meg volt bundázva. Na,
A Feri húz, ez egy nagyon hálátlan szerep, mert egy ember borul majd a nyakába, a többi pedig azt mondja, na, nekem jó, elég, ha egy szeret. A jobb közeledet, hogy vágtad volna a egy disznóvágásra, azt is. Amivel akarod. Derüljön akkor ki, hogy ki a budapesti hallgatón. Keverd meg, jól? Húzz egy nevet. Istenem, add, hogy az anyám legyen. Add, hogy az anyám legyen. Ő lesz, hát megbeszéltük. Istenem, add, megbeszéltük. Hogy az anyja legyen, az anyja legyen. Na. Mindjárt. Jó, ráérünk. Na abszolút, Feri, ne kapkodj. A sorsolási bizottság ellenőrizte, minden rendben van, nyugodtan, de ennek meg kell ágyazni. Nem szabad. Egy-két helyszínt lehúzok a bakacs listámba. Na, mondd a nevet. Ki az illető? El tudod olvasni? El. Na. Ifjabb. Ajajajajaj, ifjabb. Ó, az idősebbek most csalódottan felsajtott. Lombos Viktor. Viktor, hello Viktor, hol vagy? Viktor. És tudod, próbál jelentkezni, de négyen fogják le a kezét, hogy ne jelentkezz, akkor újat húznak. Na, látja valaki Viktort? Lát valaki egy jelentkező, ott nagyon van. Vehemensen száguldó fiatalembert az üvegstúdió felé? Jön Viktor. Jobbról előz, megérkezett hozzánk Viktor. Gyorsan ellenőrizzük le, kérjük el a személyi okmányokat, nézzük meg, hogy valóban ő az, és ha igen, akkor engedjük be az üvegstúdióba, átverekedte magát a tömegen? Ott áll egyelőre a kordonnál. Na várjál, mert több ifjabb Lombos Viktor is jelentkezett. Tényleg? Uh-huh. Köztük két hölgy. És most, igen. És most két Lombos Viktor összeverekedett. Nem, én vagyok. Nem. Lombos egy? Lombos egy, bevitt egy hátsó kezet. Ível Lombos kettő. Na. Azt mondja, hogy addig mondom, jó, hogy mi a helyzet még gyorsan, mert van egy fontos SMS-ünk, pályázár az M0-áson az M1-es felé, gigadugó van ott, kerüljétek, a 39-es kilométertől. Tomi elküldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, mi a helyzet? Hát adja most a személyit, vagy legalábbis valamiféle iratok keresése történik. Elhisszük. Végül is csak egy autó. Csak egy Suzuki Vitara, hát persze. Nem, utána úgyis leellenőrzünk mindent, tehát ez az ellenőrzés egyébként lehet utólagos is. Szűkös a műsoridom. Megvagyunk. Utánunk Csabi már kívánságokat teljesít. Megvan a játékosunk? Á, megnézzük, azt mondja. Lombos Viktor, ez nem mi fiam, nem te vagy az. Gyere. Nagyon jó, gyere Viktor, te is, jó? Na, azt mondja, hogy hol vannak a borítékok, hol vannak a kulcsok, és Ali Frézsel, a sorsolási bizottság elnöke minden rendben találta. De ez két évvel ezelőtt is ilyen hangos volt egyébként, ez a felüljáró? Vagy azóta... Hallgatban már! Nem, akkor lezárattuk. Ugye? Hello, drága nyertesek! Sziasztok! Álljatok föl, légy szíves, így egy sorba. Jó? Álljatok föl így szépen egy sorba. Mert hogy a következő zajlik most. Hol van a mi Viktorunk? Jön, lassan érkezik. Csatlakoz. Gyere, Viktor, te is állj be a nyertesek közé, vagy hát a potenciális nyertesek közé valahol. Ugye nagyon érdekes a dolog, mert hogy mindenki húz egy számot, igazából rátok bízzuk, ezt lebeszélhetitek, elcserélhetitek, ha van valakinek kedvenc száma, akkor azt is kihúzhatja. Lehet, hogy kéne állítani a gyújtáson, nem? Ha ezt is polsz ki volt, lehet, hogy kicsit állítani. Keresztetek csak a felüljáron. Igen, szóval a lényeg, hogy kihúztok majd egy borítékot, mindenki egyet. És értelemszerűen mindegyik borítékhoz tartozik egy-egy kulcs, és kiderül, hogy az adott számú kulcs az nyitja éje azt a bizonyos autót, aminek egyébként neki támaszkodunk. Ennyire egyszerű a dolog. Mondjad, Ferenc! Itt van velünk dr. Kuti Szilvia közjegyző, mert hogy ezt nem lehet ám csak úgy felelőtlenül össze-vissza csinálni egy ilyen sorsolást. Hoppá. Úgyhogy szeretnénk megkérdezni, hogy minden oké-e. A sorsolás előkészítése során eddig mindent rendben találtam, köszönöm. Már a lottósóban érzem magam. Körbenézek, hol van Harsányi Levente? Nem, hát ott hallasz. Ott hallasz ilyen műsorokat. Igen. Vagy ilyen mondatokat. Igen. Ali Frézsert, a sorsolási bizottság másik elnökét hallgattad? Tegnap nem hallgattad? Nem. Találtunk egy másik közjegyzőt. Hát jó, nem hivatalos oldalról érkezett. A műkedvelő vonalról. Ali Frézser és Mokkens. Na, drága nyertesek, húzzanak először a csajok, vagy hogy csináljuk? Hogy szeretnénk. Vagy legyen úgy, hát az van, hogy vagy átadjuk a lányoknak a lehetőséget? Persze, nyugodt. Vagy azt is csinálhatjuk, hogy megyünk úgy, ahogy mentünk a turnéban, hogy Debrecen, Pécs, az is jó. Esztergom, csináljuk Győr, csináljuk Budapest. Na, csináljuk így. Ki volt az első egyszerűen? Debrecen volt. Gabikám, hello, hát ami drága kamionsofőrünk. Hello, Gabikám. Na, húzzál egy számot akkor, ha szeretnél. Jó? Úgy húzzál, hogy valamelyik nyitja az autót. Van kedvenced? Hármast húztad, miért ezt? Nem tudom, az ötös szerettem, aztán most így utólag. Figyelj, ha valaki kihúzza az ötös, még lebeszélheted vele, hogy cseréljetek, jó? Tehát itt csereberélni is lehet. Jó. Mi akkor volt a második helyszínű? Volt Pécs László, gyere.
László, ez egy hatos. Hatos, nagyon jó. Van valami kötődés? Igen, a kisfiam azt mondta, hogy ezt húzzam. Hol az a gyerek? Na, a kisfiad azt mondta, hogy ezt húzd. Szia, szia drágám, hogy hívnak? Fia Bajna. És Bajna, miért a hatos a kedvenced? Mert annyi éves vagyok. Hat évesen? Így kell jól csinálni. Van. Na, menjünk tovább Esztergom, gyorsan. Esztergom, gyere Katalin. Esztergom. Nagyon jó. Miért az egyes? Nem tudom, szeretem az egyest. Szereted az egyest? Jó, okay, van, egy gyerek már megvan, egy meg oda. Menjünk tovább. De Győr? Győr, Benedek, hello Benedek. Uh-huh. Ötös. Ötös, jó, majd mi mindenkivel beszélgetünk jó. A nyitásnál egy kicsit. Akkor jó? Gyere, SMS? Hajni, az SMS írónk, hello azért Hajni. Azért a négyes, mert Benedek előtt negyediként lettem besorsolva. Jó, jó. Jajjaj, gyerekek. Hát nézd, Viktor, utolsó befutóként, akkor te még vagy a tálcát válaszol. Igen. A kettes. A Viktornak nem jogos a kérdés, melyiket húzott, tudod? Igen, egyszer, igen. Kettes a végén, könyörtelen. Na, drága nyertesek. A helyzet akkor az, hogy valakinek már ott van a kezében, valaki már, ha a téridő kontinuumot egy kicsit megbontjuk, már most úgy autótulajdonos, hogy még nem autótulajdonos. Érted? Hogy nincs jövő, micsodál. Nincs múlt, ne nincs jelen. Igen. Egyszerre párhuzamosan zajlik minden, hiszen még nem nyertes, de már nyertes. Érted? Ezért teljesen relatív fogalom az, hogy jövő, hiszen már megnyerte. De már tegnap is ő volt a nyertes. De még nem tudjuk, hogy ki a nyertes, hogy kik a vesztesek, és hogy ettől valószínűleg tökéletesen ambivalens állapotban vannak most lelkileg, nem? Na, oké. Hát akkor kezdjük el a nyitogatást. Innen is megyünk, majd onnan is megyünk. Random módon, jó? Mindenki akkor értelemszerűen vegye el azt a kulcsot, így van, a hostess lányaink kiosztják, ugye a kulcs hátoldalán. Nem nyomkodjuk még. Láttok számokat, nem nyomunk még jó, rá. Jó, senki ne nyomjon rá, tényleg, ne roncsátok el a játékot. Akinek amilyen szám van a borítékán, azt a számú sluszkulcsot kapja meg, mert a sluszkulcsok is be vannak számozva. Úgyhogy gyerekek, ez nagyon, nagyon tiszta, nagyon tiszta. Ha közjegyzők mosolyog, akkor minden rendben van. Mosolyog, mosolyog, mosolyog. Így van. Mosolyog. Ja. Oké, na, akkor nézzük az elsőt, jó? Hello, Kati, Esztergom, ugye? Igen. Két gyermek, ha jól emlékszem, az egyik már ugye kint, a másik még bent. Jól emlékszem. Mikorra vagy kiírva? Január 5-ére. Január 5-ére. Egy tesót, azt mondtátok, hogy akkor kell egy tesó. Igen. Ugye? Nagyon jól sikerült az első, tehát a prototípus ez jó lett, és így gondoltuk. Hogy akkor jöhet a sorozatgyártás. Ha lendületben vagyunk, akkor jöhet a második. Igen. És azt mondtátok, ha jól emlékszem, hogy vagy lecserélnétek, vagy egy pótautó, tehát hogy kellene mindenképpen, ugye? Nagyobb a család, igen. Egyre többen vagytok. Igen, meg attól félek, hogyha csak ezt az egy autót tartjuk meg, akkor én sose fogom vezetni, mert a párom mindig lenyúlja. Aha, úgy, és kéne egy olyan autó. Én ezért mondtam, hogy ha lehet, akkor lehet, hogy második autónak megőrizném magamnak. Nagyon helyes. Egy nőt is kell vezetni. Kivéve azon két játékosunkat, aki 10 éve vagyok, és még nem vezetett, ugye? Hát tudjuk, hogy őket nem biztos, hogy volán mögé kell engedni. Jól van. Na, ott van rajta egy nyitógomb, nem kell más tenni, mint hogy megpróbálni megnyomni, és mi nézzük, hogy villan-e. János, kérlek, fáradj az indexhez. Azt mondja, hogy ez hol van? Melyik oldal? Az azt kell. Melyik? Na, Katikám, nyomjál rá szépen, és egy ország drukkol neked, hogy kinyissuk azt az autót. Nyomjál rá. Rányomtál? Rá. Abetyárját. Ez nem nyitotta, és nem csak azért, mert János kivette az elemet belőle, hogy hazavigye a távirányító. Én még cserélnék az ötössel. Hát, figyeljetek, előtte lehetett volna, így most már szerintem senki nem akar megszabadulni a saját kulcsától. Katikám, nem, sajnálom. Sajnos szívünk nem. Szerint mi mindenkinek adnánk autót, de ez most nem. Jó? Nem elkeseredni. Köszönjük, hogy játszottál velünk, és puszilunk. Sok boldogságot a gyerek második nagyobb boldogság, mint egy új autó. Próbálnak nyugtatni, hát valamit mond az ember. Egy gyerek és egy autó, ez még nagyobb boldogság lett. Ez most így alakult. Oké, na jól van. Na. Nézzük valakit a másik oldalról. Nézzük meg Viktor. Viktor az utolsó játékos. Nézzük meg, hogy nyitja. Várjál, Viktor, várjál. Viktor, rólad még keveset tudunk, mert te vagy a legfrissebb játékosunk. Igen, én is Pesten születtem. Jó, hogy félek, úgyhogy nagyon várnám, hogyha sikerülne. A régi autó van a családban? Hát most eladtuk, úgyhogy most pont jól jön. De jó. De helyes vagy, tehát nagyon nincs jó. Is autó a most családban. Most pont nincs. Aha, mivel foglalkozol? Én üzletkötő vagyok. Üzletkötő vagy. Hát annak az üzletkötőnek kell egy jó autó, nem? Kell, igen, úgyhogy ez pont megfelelne. Gyermekek, unokák? Ő minden rendben van, úgyhogy várják a kis autót. Édesem. De hogy akkor vannak, tehát vannak gyerekek, vannak unokák. Persze, rendben van minden. Rendben van minden. Jól van, Viktor, na. Hát akkor ott van neki. Benne van. Az izzókat is visszahelyeztem a helyére. Ezt kell, a nyitott lakatot kéne megnyomni. Na Viktor, nyomd meg azt a lakatot, drukkolunk, hogy nyissa.
Nem, nem villam. Nem villam. És ez nem csak azért van, mert János kiszerelte ugye az indexizókat is. Így van. Viktor! Hát sajnáljuk. Sajnáljuk. Csak egy nyertesünk lehet. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük, hogy itt voltál. Megpróbáltad. Megnézzük, hogy most már ki a nyertes. Na, menjünk tovább. Három számmal. Ó, gyerekek, hát ami kamionsofőrünk is itt van. Kamionozol, ugye ezt mondtad? Igen. Debrecenben. Egy ilyen 40 kilós csaj, egy brutális, nyerges pótost vezet. Majd. Ova sikerült letenni a verdát. Most ostatom van Debrecenben. És kinek szeretnéd? Magadnak, ugye? Az autó? Igen, igen, magamnak, de szerintem ilyen családi. Családi. Féleség. Van a családban autó? Hát egy hármas golf. Egy hármas golf, erről beszéltünk, csak igen, jó lenne már lecserélni. Hát tudjuk, hogy... Ja. Jó lenne lecserélni. Igen. Hát jó lenne, most kiderül mindjárt. Kiderül mindjárt. Gabikám, azért ez mindig megdöbbentő, nem? Hogy egy ilyen kis, vékony kis csajszi kamion vezető, kamionsofőr. Hát ezt akkor se tudtuk nagyon, akkor se nagyon tudtuk hova tenni. Mióta csinálod? Már most 6. éve. 6. éve, ez egy zord szakma. Hát mindenhol pasik, nem? Ilyen nagy darab, nagy tenyerű, nagy darab férfiak. Hát azokat szereti, mindjárt mondjak, ami azért vállaltam az egészet. Köztük azért érvényesülni nem egyszerű. Na Gabikám, nyomjál rá akkor, jó? Nyomjál rá szépen a nyitógombra. Nem jött össze. Ez nem. Á, nem nyílik. Gyerekek, hol van ez a kulcs? Azért remélem valakinek kinyílik. Jó? Na, én is. Igen. Gabikám, puszi neked, köszönjük. Nem sikerült. Nagyon el vagy szontyolodva? Egy picit. Picit, persze. Ez egy kedvetlen helyzet ugyanakkor, az. Mert a nyilván játék, meg nyilván az ember úgy vállalkozik rá, hogy persze nem biztos, hogy én nyerem, de itt a kapuban ezt elbukni nem egy egyszerű. Jó? Nem baj. Nem baj. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Na, hogy álltunk? Ott is van egy másik kulcs. Hajni az SMS nyertesünk, ugye, aki a négyest választott, a négyes borítékot. Négyes boríték. Hajnikám, te elmondtad, hogy egy gyermek saját, egy örökbe fogadott, ugye? Igen. Illetve nevelőszülőként nevelem 6. éve most már. Na milyen szép azért ez. Így van. Jól el vannak egyébként? Nagyon jól, így van. Egy korosztály, egy az érdeklődési kör, úgyhogy szerencsére nincs semmi gondom a két fiúval. És te ápolóként dolgozol. Így van, ápolónő. Ugye? És ezért szeretnél egy autót. Arra nem emlékszem, hogy van, csak régi, vagy egyáltalán nincs is most. Közel 30 éves kölcsönladával. Ó, tényleg! Na most, hogy mondok, persze, ezt elmesélted nekünk, igen, tegnap, hogy a kölcsönlada. Így van. Mi beszéltünk a fogyasztásáról, és hogy az... Nagyon sokat teszik, így van. Valaki kölcsönadta az nektek. Hát jó lenne ezt a kölcsönladát akkor visszaadni. Ha nem nyerek, akkor nyúzom tovább. Még megvárom a 30-at, és akkor utána... Igen, akkor jó pénzre lehet adni, mint oldtimer. Egyébként meg ugye te mondtad, hogy 40 ezer van a ladában 30 év után, az nem rossz. Az nem. 44 ezeret most léptük el. Sokat nem tettetek bele. Az évenként 1000 kilométer kis túlzással, na jó, 1200. Tehát picit túl. Egy hétvége alatt megvan. Igen. Nagyjából jövök, megyek, annyit teszek. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy már 4-szer fordult át a kilométer óra. Na, Anika, mert neked is minden játékosnak nagyon drukkolunk, jó? Szerintem nálad is jó helyre menne az autó, úgyhogy nyomd meg a gombot, nézzük meg, hogy nyitja-e, nyomtad? Hát a nyitott, igen. Aha. Az operatőr fölfogta a hullámokat. Igen, de nem. Hát, basszus, nem, pedig jó helyre ment volna hozzád is. Ajnikám, drukkolunk, köszönöm, hogy előbb-utóbb ez a csereautó, ez valahogy visszaadásra kerüljön, vagy kölcsönautó, és legyen egy szép autó a családban. Oké, nagyon szépen köszönöm. Jó? Köszönjük, ha lesz még ilyen játékunk, akkor teszel egy újabb kísérletet. Igen. Jó? Puszilunk, köszönjük szépen, Hajni. Hogy ide jöttetek. Mondanám, hogy olyan szomorú a négy játékosnak, nyilván ti meg annál jobban örültek, mert ugye szűkül a kör. Uh-huh. Így van. Van egy Benedekünk Győrből, ugye, és van egy pécsi játékosunk, Laci. Igen, két, László. Igen. Két pasi. Igen, László, szigorúan, nem lacizzak? Nem, lehet Laci is. Ja, Laci, jó, de lehet, hogyha Laci, ő lesz a nyertes, majd csak onnantól kezdve. Jó. Én már lábon kihordtam egy infarktust. Jó, figyelj, akkor szenvedjél még egy kicsit, nyissuk ki az előtted állót, és akkor, ha nem nyitja, már elkezdhetsz üvöltözni. Jó. Ha nyitja, akkor viszont neked a legrosszabb, mert végigvártad az összeset, és még... akkor kórházi számlámat álljátok. Igen. Lacikám, egy kicsit mesélj magadról. Pécs volt, ugye? Pécs, Nagykozár, így van. És hány gyermek? Két gyermek. Egy 8 hónapos és egy 6 éves. 6 éves. Azért ez érdekes, nem, hogy 6 éves, és ő mondta neked a 6-os számot. Mit mondod, hogy engedett el? Azt, hogy apa, nem húzhatsz mást, hogy mit mondod? Nem, itt az előbb meglátta, hogy a 6-os itt van, és akkor azt mondta, hogy azt a számot válasszam, ami az ő életkora. Édesem, tehát ő oda súgta neked, hogy apa, húzd a 6-ost? Igen. Jaj, de cuki. És most az előbb, hogy ügyes legyek. Hol van? Megszólaltatjuk még egyszer? Ott van. Édesem, hello. Na, hogy érzed, nyitja a 6-os? Jó lesz? Igen. Igen? Drukkolsz apának nagyon? Igen. Ügyes szokott lenni apa ilyenekben mindig? Igen. Ez.
Az okos felnőtt mit kérdez a gyerektől? Csak eldöntendő kérdés, tudod? E3-at? csak is igennel, és nemmel tudjon válaszolni. 6 éves vagy. Jó van, akkor még óvi, ugye? Igen. Egy újabb kérdés eldöntető. Jól van. Mondtam neki, hogy ma csak igennel válaszolhat. Ma csak. Ó, és a másik pici is megérkezett. Igen, tetszik az autó kicsi. Ja, igen. Mivel foglalkozom? Kiadványszerkesztéssel. Kiadványszerkesztéssel. Mennyire régi az autó a családban? Hát, 5 éves. 5 éves. Hát akkor jó lenne, lehet, hogy lassan-lassan azért cserélek. Hát lassan, igen. Két gyermekkel én sokat utazom, úgyhogy mindenképpen jó helyre jönne ide is. Uh-huh, de bárhova. Persze. Azt hiszem, hogy bárhova megy, itt minden játékos megérdemelni. Na, nézzük akkor, hogy hívják a gyermekedet? Mi mond még egyszer? Barna mondta, hogy apa, húzd a 6-ost. 6 éves vagyok, húzzuk a 6-ost. A gyermeknek jó-e a megérzései, ez a kérdés? Na, figyelj, Barna. Figyelj, Barna. Ezt a részt kell nézni itt, jó? Azt kell nézni, szólunk majd, várjál. Igen. Nézzük. Na figyelj, nyomhatod, akkor nyom meg, hogy villane. Nézzük meg. Barna azt mondta, 6-ost kell húzni. Villogott? Gyerekek, villog az autó! Villogott? Hey! Laci! Megjártunk! Puszi, puszi, köszi! Imádlak titeket! Megjártunk! Mamába van lendület. Helyra! Papa, mama, puszi! Üzedj még a rokonoknak valamit! Mindenkinek! Megnyújtuk! Sírva fakadok! De helyes úristen, vagy! Úristen, fel vagyok porogva, ittam reggel egy kávét! Úgyhogy a kicsi gyermek 8 hónaposan még rajtad egy ilyen kendőben! Igen, pici megriadt! Most emelte meg a fényt! Mi van, anya? Úristen, drágám, szeretlek! Azt jelenti, hogy drágámba hazajöhetsz, tudod? Jöhet a harmadik. A mellettem alszol! Otthon alszol! Ne jó, de helyesek vagytok, na! Lacikám, hát... Gyertek, persze, gyertek. Sókot körbe ezt a drága embert, menjél. Na, megvan a kulcs, megvan a nyertesünk. Szerintünk abszolút jó hely, nem egy 8 hónapos gyermek, egy 6 éves gyermek, de helyesek, és a család ittől elkezik egyébként. Édesek, milyen megérzései vannak egy gyermeknek, ugye? Milyen mit megérzései vannak? Mit mondtál apának? 6-os. Most mit mondjak? Mamában van lendület, Lacikám, van lendület. Tehát ott azért otthon, ha nincs valami rendben, ott azért keményen vagy. Szigorúság van. Muszáj volt nyerni. Azért ne verje meg minket senki, léci. Finom üzenet a közönségnek, így van, de helyesek vagytok. Jól van. Igen, na. Természetesen mindenki másnak is gratulálunk, és örülünk, hogy itt voltatok. Hát sajnáljuk, hogy nem ti nyertetek, Benedeknek gyakorlatilag egy szava se jutott már a végére, sajnos. Szegény Benedek, köszönjük, hogy itt voltatok. Gyere ide. Ugye elkéreckedtél a főnöktől, feljöttél, 4 kollégádat beállítottad magad helyett. Hogy vagy? Hát voltam már jobban. És ráadásul utolsó voltál. Tehát csak egy kulcs nyitást, egy nyitást kellett volna túlélned. De legalább az utolsó kettőbe bejutottam. Na, igen, gondolj erre. Nyom már rá arra az 5-ösre, hát ha. Igen. Igen, mert tényleg biztos. Nyomkodtam már 18-szor. Igen, szerintem titokban tudod, hogy azért rányomok. Menedek, köszi, ez egy ilyen köszönjük játék, szépen. Jó? Csókoltatunk. Mondd még egyszer, mit mondtál? Nem, ő mondta, hogy mondjad még. Mondjad? Az én segítségem már. Hát, féljel. Így is van. Felnősz majd 18 éves, és azt mondod, apa, idd a sluszkulcsot. Húzzál a kocsiból, apa, húzzál a kocsiból, ezt én nyertem meg. Hogy a te kedvedért mentünk ki Pécsen. Tényleg? És ő szerette volna, hogy személyesen megismerjen. Hát még nem ismer, azért szeret, persze. Hát értem én ezt, ez egy ilyen világ. Nagyobb majd lesz. Majd változik kicsim, semmi baj. Lát egy-két internetes videót, egyből megutál, úgyhogy ilyen világ ez. Jól van, gratulálunk nektek, jó, használjátok egészséggel az autót, vigyázzatok magatokra, és sok-sok boldogságot kívánunk nektek. Jó, egy kicsit üljetek bele, szálljatok bele, szimatoljatok bele, fogdossátok végig, nyugodtan, Laci egyébként annyira nem hiszi el, hogy nyertek, hogy még 2-3-szor rányomogatott a biztonság. Igen, ez már a ti autótól. Bőrbelső! Apukám! Benedek, gyertek! Na, csücsenjetek bele egy kicsit, jó? Aztane, üljél be! Barnikám, csücsenj bele, Laci, te is csücsenj bele! Barni, hát a tiéd nagy részt az érdem. Milyen kényelmes? Na, milyen? Igen. Nagyon csecse, ugye? Igen. Tetszik? Igen. Figyelj, már csak egy pár év és vezetheted. Azonnal, Laci párja azonnal beüt az anyósülésre, tehát ő elfoglalta a megfelelő helyet, ahogy igen, kell. A kapitányi hídon. Nem tudom, érzed, hogy kiszorított a család. Tehát már benn van minden. Ez csak a látszat. Egy hazamész és szétcsap köztük. Jó, gyere, üljbe te is egy kicsit. Jó, szíjú, simogasd meg. Apa már használtam, hogy ide ülhetsz, így van. Oda hátra, apa mögé. Így, hát gyerekülés még nincs benne. Mivel jöttetek, kocsival? Igen. Kiviszi haza? A tréler. Hát,
én vagyok. Még el tudjátok vinni, mert egy pár nap múlva lesz majd az állatadás. Jó van, Lacikám, gratulálunk, használtuk egészséget, szerintünk jó helyre megy, úgyhogy csokoltatunk bennünket, köszönjük szépen, hogy jöttetek és hogy bennünket hallgattok. Na, hát drága pestiek, nem elkeseredni, jó? Nem elkeseredni, tessék örülni a nyertesnek, jó? Azért látok egy-két mosolygó arcot, nagyon helyesek vagytok, ilyen ez. Hát nem, ne, sajnos nem nyerhet mindenki, bárcsak mindenkinek tudnánk minden hónapban autót adni. Milyen jó lenne, jó? Fél tíz múlt pontosan 4 perccel, még van egy-két játékunk, úgyhogy egy pici szünet után lejátsszuk a hármasugrást. Ez itt a Morning Show, a Győzi Roadshow, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! 3:40 lesz pontosan, 4 perc múlva, hello mindenkinek, drága Budapest, még mindig itt vagytok, köszönjük szépen, ez igazán jól esik, hogy nem azt mondtátok, hogy na nem nyertem, jó van, megyek haza, hanem itt vagytok, velünk vagytok, és megvárjátok a műsor végét, amit egyébként érdemes, nem csak miattunk is, hanem 10 órakor még egy apró, kicsi kis lehelleknyi meglepetéssel készültünk. Pont ezért vannak nektek. Itt, ugye? Tessék? Pont ezért vannak itt, már mentek volna. Igen, mondják, hogy jól balék, már láttuk őket, nem majd, de megvárjuk a meglepetést. Nem is annyira meglepetés, mert hogy mondtuk nektek sokszor, 10 órakor Vastag Csabi eljött hozzánk, gyerekek, eljött hozzánk, színpadra áll, és nektek énekel egy picit, csak hogy méltóképpen zárjuk le ezt az egyhetes kitelepülést, úgyhogy egy ilyen kis rögtönzött Vastag Csabi koncert 10 órakor itt egyből mellettünk a színpadon, jó? Várjátok meg, dobáljátok a bugyikat és a boxer alsókat. Így mind a kettőt szereti. A szabva képviselőjük közül bárki ide jött egy kicsit tanulni. Alázatot, profizmust. Így van, hogy drága Csabink egyébként, nagyon-nagyon kedveljük őt. Beszélgetünk is rögtön vele egy-két mondat erejéig, de előtte játszunk, mert hogy ez elmaradt, itt vannak a játékosaink már is. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello, drága játékosok, sziasztok! Ciao! Hello, hogy hívnak? Marci. Tibi. Marci Tibi. Örültetek a nyertesek? Helyesek voltak, nem? Nagyon amúgy aranyosak voltak. Kicsit reménykedtetek, hogy ti lesztek? Hát igen. Ugye? Biztosan, hogy kocsival megyek haza, de édesem. Majd a metró. Jó, ha lesz még ilyen játékunk, mondani fogjuk. Azon vagyunk, hogy minél több mindent tudjunk nektek hallgatóknak adni. Tényleg ezen dolgozik a sales, a promóció, hogy minél többször boldoggá tehessünk benneteket. Úgyhogy szerintem lesz még ilyen játék, próbáljátok meg újra. Jó? Milyenek a kérdések, Janim? Azt mondja, hogy szerintem egy könnyed hétzáró kérdés sor, simán menni fog. Tehát, hogy koronázzuk meg ezt az egyhetes fantasztikus kitelepülést, és vigyék el még azt, amit nem adtunk oda? Erre gondoltál? Pont ezt gondoltam, csak azért nem mondom el még egyszer, mert már a szó ismétlés lenne. Így szól az első kérdés, figyeljetek, hogy nevezik idegen szóval azt a sportágat, amely futásból és kerékpározásból áll? Két sportág, futás-kerékpározás. Futás-kerékpározás-futás, ez a sorrend. Duatlon, hát milyen rendes ez a Feri, milyen rendes? Miért? Nem tudtam, én nem tudom sportneveket. Milyen rendes duatlon, duatlon? Duatlon, mondd már, hogy duatlon. Mondjad már. Csak azt láttam, tudod, hogy mozog a bozód. Tényleg? Lehet, hogy beköltözött valami madár. Annyi nagyon azért fontos, hogy gyerekek, aki rá akar gyújtani a Feri közelében, most már egyre óvatosabban használjátok nyílt lángot, mert csak ennyit hallom majd, hogy BOOM! Jó? Tehát óvatosan, nyílt láng használat a Feri közelében, óvatosan. Menjünk tovább! Amikor ilyen segítségetek van, akkor megértem, én is mennék. Milyen mítikus élőlény szobra látható a Gellért hegyen a Szabadság szobor mellék alakjaként? Hát egy könnyű akkord, záró kérdés, persze, egy teljesen egyértelmű. Éppen lenyomják ezt a bizonyos lényt, két mellék alak van, az egyik rohan, a másik pedig lenyomja ököllel. Így van. Vagy valamilyen segédeszközel ezt a bizonyos, egyébként totálisan triviális fantasy lényt. A feleséged is ilyenné válhat sokkal, így, sok házasság után. Így van, már arra fogsz gondolni, hogy ő már nem az a nő, akiben beleszerettél, hanem egy házi... Sarkány. Tudja. Na jó. Jó. Meg kell, hogy álljatok. Kettőből kettőt mi mondtunk el, meg kell, hogy álljatok. Nagyon jók vagytok, nagyon jó, de... De álljatok meg. Oké, akkor megállunk. Ez a beszél. De hát a Jedi trükkök hogy működnek? Álljatok meg, és kész, megállunk. Hát csak azért, mert úgyis megkapjátok a teljes ajándékcsomagot, tehát kitelepülés van, ugye ilyenkor így szoktuk adni. Igen. Jó van, drágám, kaptok egy ajándékcsomagot, álljatok meg, jobb ez így. Zárjuk szépen, mert harmadiknál már szigorúak vagyunk, nem segítünk, ott elbukni az nem jó. Jó? Oké, puszilunk benneteket, szevasztok, köszönjük. Sziasztok. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Adjatok egy vastagot. Hol a vastag? Hol a Csabi? Jöjjön a Csabi egy mondatra, szólaljon meg, mi van vele, hol van, mit csinál. Hát ez szerintem lemondta a fellépést. Csabi, gyerekek, széttépik. Szia, nem tudunk mit csinálni, széttépik. Egy lány az első esetben, ott van, szép ma is. Jól Istenem, tiszta bugyit akarok. Jó reggelt mindenkinek. Hello. Szevasztok. Hello. Hello. Hogy mint?
Milyen velünk minden oké? Mondd, ezt akartuk kérdezni tőled is. Hogy velünk mi? Is, mi? Velünk is mindenki. Hoztam egy csomó reklámot, például a játékkészítő című színdarabot, jöjjön el mindenki és nézze meg. És az a jó, hogy ezt ilyen diszkréten tudod. Én meg sem várod, hogy megkezdem, hogy Csabikám, mi van veled mostanában? Aha. Legalább várni. A Grease című színdarabot mindenki jöjjön és nézze meg. Igen. Mind a kettőben benne vagy. És még őrül. A betyárja. Vagy nem? És még szolizni is van ideje, nézd meg. És most jelenik meg az új nevezünk. Nagyon jó, nagyon jó. Gyerekek. Igen, és hogyha Csabi levenni a kabátját, akkor látnánk alatta a pólója alatt a korbács nyomokat, amiket a menedzsere helyezett el rajta reggel. Már pedig ezeket elmondod! Hát úgy voltam, hogy elmondom az elején gyorsan. Persze, most mindig kerülgessük a forrókását. Illés Gabi négyszer írta, mondd a játékkészítőket, mondd a játékkészítőket. Mit csinálsz a játékkészítőkben? Az egy nagyon népszerű előadás. Babszem Jankó vagyok. Babszem Jankó. Aha, egy nagyon kedves figura. Tudod, ki de volt ha te vagy Babszem Jankó, én ki vagyok? A Berecki volt a Babszem Jankó. Őt váltod? Igen. Hát mi hát, nem segítsed? Hát most ő... Most, igen. Ja, jó, csak így eszembe jutott. Dolog egyébként, ez egy ilyen vicces figura. Vicces. Egy ilyen félig meddig Babszem rockstar, aki... Vagy azt hiszi magáról legalábbis, úgyhogy teljesen... Teljesen. Igen, azt tudom, hogy kicsit ezt teljesen magad, mennyi irónia van benne, nem, hogy a magyar popzene álló csillagát Babszem Jankónak jelölik ebben a John Pinnek. Jól van, Csajkán, 10 óra, akkor oda csapsz, akkor a kedvünkért, jó? Igen, és kösz, hogy itt lettem. Sziasztok. Nagyon drága vagy, ugye? Köszönjük szépen, 10 óra, akkor a színpadon, köszönjük, csókoltatunk. Csőj, sziasztok. Hello, hello. Na, most már az elsősorban mondjuk a csajoknak, akik már tényleg olvadoznak, nem kell sokat várni. Nem kell sokat várni, 10 órakor Csabi a színpadról jön. Jó? Mi pedig mutatjuk gyorsan a nap legjobb pillanatait, hogy mi történt velünk, aztán búcsúzunk, hogy néhány perc, és itt vagyunk újra. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Na, hát itt vagyunk élőben, újra, és utoljára, hát reméljük nem teljesen utoljára, 5 perc van pontosan 10 óra. Gyere, Ferko, gyere ide egy kicsi, gyere, akarom, János, Jani jöjjön, gyere, kicsit, látom, János, nem. Ezt arrébb tesszük. Az a baj, mindig, hogy eljövök Csabi mellett, akkor beszippant az aurája. Igen. Na, drága hallgatók, szépen lassan elköszönünk tőletek, nagyon helyesek vagytok, köszönjük szépen, minden egyszerűen megszoktuk köszönni, hogy ennyien eljöttetek, nagyon, nagyon cukik vagytok. Hát természetesen nyilván mi azon dolgozunk továbbra is, hogy nagyon sok mindent tudjunk majd nektek adni, karácsonykor, Mikuláskor, Felépen nagyon veri a promóciót. Én Mikulás leszek. De nem én jön be, álljon meg itt így, nézd meg. Úgyhogy tudjuk, hogy mindenki nyert volna, és ez egy picit hálátlan dolog, hogy csak egy nyertesünk lehet, ő persze nyilván értelemszerűen nagyon örül, de dolgozunk azon, hogy minél többször tudjunk legalább ilyen nagy dolgokat adni nektek. Jó? Úgyhogy köszönjük szépen. Ezzel szólítanánk az idei év szponzorát, hogy jövő tavaszra a Suzuki és a Vitara és a Klassz FM Morning Show tud együtt menni, jó? Csak mondjuk, hogy mi nyitottak vagyunk. Köszönjük. Így van, tényleg és köszönjük. Tündérek, nagyon rendesek voltatok, tényleg köszönjük szépen. Köszönjük szépen a szponzoroknak, a promóciós csajoknak, a technikusainknak, mindenkinek, aki egy héten keresztül velünk volt. Mindig úgy búcsúzunk, mintha nem jönnénk többet, mindig jövünk, de mindig meg szoktuk köszönni, mert tényleg sokan dolgoznak azon, hogy mi egy héten keresztül kitelepülhessünk. Írtak, hogy mi van? Nem. Mit csinálsz, János? Már megkaptad a bevásárló listát, hogy mit kell venni? Persze, és nem tudom, hol veszek rétes lisztet. Na, úgyhogy drága hallgatók, elköszönünk tőletek. Jó, 10 órakor utánunk egyébként egyből vastag Csabi érkezik a színpadra. Úgyhogy szeressétek őt is nagy szeretettel. Lehetem egy picit sikítozni, tapsolni, tehát nem baj. Nem baj, ha némi hang is kijön belőletek, jó? Mit csinálsz, János? Csak azt nézem, hogy egészen pontosan mondja be annak a rendezvénynek a helyszínét. Ahol lesztek vasárnap, ahol ugye? Ahol vasárnap leszünk egyébként Ferivel, ja, mert tényleg. Mondani szeretük volna, hogy idén is megrendezésre kerül az Egy Csepp Világnap, egészen pontosan a 10. és ez egy ingyenes rendezvény, ahol többek között lehet majd találkozni Kocsis Tibivel, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival, Csonka Bandival, Zsidával, a Quantum XXL-lel és egy csomó művésszel, és természetesen nem csak cukorbetegeknek rendezik meg ezt a rendezvényt, de őket várják ugye elsősorban szeretettel. Mi délelőtt de mindenki más is jöjjön el, aki kíváncsi egyébként arra, hogy hogyan kell egészségesen táplálkozni és odafigyelni. Na gyertek, egy utolsó selfie, jó? Na, várjál. Most csak te vagy benne. Ne, ja, ne, ott vagytok, vagy? Ott vagytok. Ezeket föl, drága budapestiek, úgy integessünk az Insta. Tedd le a középső ujjat, látlak hátul. Igen, látunk hátul. Úgy, csak hogy az Instás közönségünket is kényeztessük egy kicsit, jó? Tessék elmenni Janiék vasárnapi rendezvényére. Itt van, 11-kor ott vagyunk. Picit fáj, hogy nem hívtak, nem baj. Akartak, csak tudták, hogy ezt nem vállalom. Az a baj, hogy a csarnoknak a befogadó képessége véges, és hogyha téged is elhívtak volna, akkor már ez egy szabadtéri rendezvény lett volna a tömeg miatt. Egy aréna koncert, igen. Köszönjük szépen mindenkinek az elmúlt egy hetet, tényleg még egyszer a szponzornak, a mi munkatársainknak, mindenkinek, szerkesztőinek, mindenkinek. Csókoltatunk benneteket, találkozunk nem sokára, jó? Puszi nektek. És az országban mindenhol, ahol hallgatnak minket, nap mint nap, köszönjük. Puszi nektek, szevasztok, köszönjük szépen. Vastag Csabi a színpadon. Ciao.
Ciao, köszönjük! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.